Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perce, jó reggel. Kívánunk mindenkinek. Szia, Feri! Szia. Hello! De közel vagytok! Hello, Jani! Jó, hello, Feri! Hello! Hello, drága hallgatók! Milyen szép hátulról a fejed. És milyen nagy! Mi? Azt nem tudom. Igen. Hát gyerekek, jó közel vannak hozzánk. Igen, elég fura, hogy nem fogom tudni megnyitni azokat az oldalakat, amikkel a lelkemet melengítem reggelenként. Hűj át az én helyemre, ott én, meg tudod. Igen, jaj, tényleg, de akkor meg a Viki látja. Ja. Igen, semmiképpen nem jó. Valaki látja azokat az oldalakat. Hát most nem, nem, majd vagy titokba valahogy megnyitod nem őket. Nem mindegy, akkor Budapest időjárás. Igen. Hát itt vagyunk, kérem szépen, a Klassz nyár utolsó helyszínén, ugye? Ami tulajdonképpen Debrecen, és ezzel, hát mi is történik? Hát zárul. Igen, zárul a vándor túránk, ugye? Az utolsó. Az ott hosszú ideig az utolsó hosszú kitelepülésünk. Hosszú ideig is nem volt túl sikeres eddig, már ami az időjárást jelenti. Mert igen. Ugye 3-ból 2 elmosott az eső, ez ma reméljük nem így lesz, úgyhogy kitartás, csak hideg van viszonylag. Igen, kicsit megint alul öltöztem ezt a reggelt, úgy érzem, nem számoltam ezzel a 13 fokkal, ami így van kora reggel. Mi van, már fűtése jó az angol betegben? Hát, semmi. Az a baj, hogy továbbra sem működik semmi. De állítólag, gyerekek, ma nem, hogy eső nem lesz, felhő nem lesz az égen. Úgyhogy hát a koncertek is az valószínű, hogy meg lesznek tartva, és mi se kapunk nagy zuhit, mint ahogy kaptunk azért egy párat tényleg a Klassz nyarakon. Na mi van, nem tudtak aludni? Már ennyien vagytok? Debrecenben mindig mennyien vannak, nem? Nagyon sokan. Nagyon lelkesek. Nagyon sokan. Picit arra gondolok ilyenkor, hogy van mögöttünk valami, ami nem sokára nyitni fog, és igen, mit tudom hozzá. Csak. Igen. Ennyi hívő, tényleg gratulálok, és egy nagyon szép dolog ilyen korán reggel. Egy isteni pékség csak rajtunk keresztül lehet átmenni, és ezért mindenki itt áll sorba. Az isteni pékségről jut eszembe, hogy már korán reggel kaptunk egy hatalmas kakaós kalácsot, aminek a kedvéért szerintem picit korábban kellett felkelni, mint ahogy mi ma keltünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük innen is. Ha csak nem Mirelit. Nem? Aha. Ja, nem, gyorsan bedobták a mikróba. Igen, meg mikrózták korra reggel. Igen, tudjuk, hogy kitől? De jó. Igen, itt hátul egy hölgytől, már adtunk neki ezt, azt azért. Köszönjük szépen, nagyon kedves tőle, tehát tényleg valószínűleg olyan 3-kor kellett megébredni hozzá. Valami sós nem volt véletlenül? Kis szalonna vagy kolbász. Kicsit bajba vagyok így reggel. Nagyon köszönjük, egy tündér vagy. Igen. Na gyerekek, mi újság van? Milyen minden. Volt a hétvége? Jó volt? Minden a legnagyobb rendben. Lezártuk a Sziget Fesztivált. Elbúcsúztál? Elbúcsúztam pénteken is, szombaton is. Átöleltem mindenkit, aki arra jár. Nem veszed le a szalagot? Azt kérdezem, hogy levághatom most már? Most szerintem már igen. Idén már nem megyek Szigetre? Ma még kimehetsz délig. Igen? Aha, ha milyen? Visszaérsz. Már nincs semmi, de még délig bemehetsz, azt hiszem. Ja, a költözés van már csak. Ja, úgyhogy ha gondolod, gyorsan hazaérsz, még akkor ki tudsz menni, de egyébként most már leveheted. Most már lehet, hogy időszerű lenni. Főleg, hogy pont egy hete voltam kint először és utoljára. Egyszer voltál kint? Egyszer sikerült. Jó, belehúztatok. Egyszer sikerült kijutni. És jó volt? Sokan voltak, nagyon hallottam. Jó volt, nagyon jó volt. Kérlek szépen, Szabó Balázs és bandája várt téged szeretettel, mert mondtam, hogy megyünk. Megkérdezték, hogy ott vagy-e, mondtam, hogy hát biztos, hogy itt van valahol. Tudni, hogy itt áll a tömegben, úgyhogy azt sem nézted meg, de ilyen vicces zenekarok voltak. Madness volt, ha valaki emlékszik még rá, dicső 90-es évekből. Aztán volt ez a Prodigy, hát hogy én ezt nem tudom megérteni. Ugye, ki szereti itt a Prodigy-t? Aha. Egy valaki. De hogy ők minden évben jönnek. Ők nem szeretnék kivenni a zsebükből, egyébként imádják. Igen, mind. Vagy még alszanak. Igen. Vagy még alszanak. Hát az ilyen nagyon elektronikus. Tehát ha voltál már hangos koncert, akkor szorozd meg 4-jel, és tomboló, nem tudom, 60 ezer ember. Igen. 60 ezer ember. Tényleg minden évben itt vannak. Teltház volt szombaton is, úgyhogy nehéz lesz most azt mondani, hogy veszteséges volt. Nem, képzeld el, már reggel átfutottam az internetet, és már olvastam, hogy a Gerendai azt mondta, hogy nyereséges, hogy tudom, az Index összeszedte, hogy a Gerendai hányszor mondta, hogy nyereséges, ugye mindenkiben az van, hogy mindig azt mondja, hogy veszteséges, de azért minden évben megcsinálja újra. És 8-szor álltok azt mondta, hogy nyereséges. Összeszedte az Index. Találtak valahol 2 eladott hamburgert még. Valamit srácok csináljátok, legalább ebben az évben legyünk nyereségesek. Igen, de most azt mondta, hogy nyereséges. Nehéz lett volna, mert csütörtöktől kezdve teltház volt, tehát ott egy nagyon komoly könyvelő brigádnak kellett volna dolgozni, hogy ezt el akarják. Mondjuk azt, hogy ez a 10 000 ember VIP jegyes. Ők 5 000 a sajtótól jöttek. Igen, de mondom, már reggel lenyilatkozta, úgyhogy... Nagyon helyes. Úgyhogy igen. Jó az. Gyerekek, nekem kiesett a hétvége, úgyhogy én nem tudom, mit csináltam. Igen, fogalmam nincs. Hát, hogy valami nagyon durvát csináltam. Ma reggel ébredtem Debrecenben, úgyhogy nem nagyon voltunk sehol. Viszont Roger végre behúzta, amit be kellett, sajnos. Igen, nem láttam, mert nem volt Digi a szállodába.
Tessék? Tornagyőztes lett? Tornagyőztes lett, képzétek el. Ezt tudom, hogy nektek legalább akkor öröm, mint nekem, sőt, nektek egy kicsit nagyobb. Mi az, hogy tolt, hogy terpeszállás, meg ízé haránt igen, megnyert egy tornaverseny. Igen. Nem, tegnap a Ferrer ellen 3 szetbe behúzta. Nem láttam, érzett a szívem. A Ferrer az egyik kedvencet, Feri. Ja, hogyne. Úgyhogy igen, egy 1000-es mastert játszott. Lapozgattam a csatornákat, mindenféle felnőtt tartalomra akadtam, de sajnos ezt nem tudtam nézni. Picit emiatt mérges. Szállodában volt ilyen? Kódolt csatornákat találtam. Igen. De nem próbáltam megfeltörni, valami 4 jegyű felnőtt kódot kért. Aha. Azt mondta, hogy kódolt tartalom. Hát azt gondolom, nem tudtam másra gondolni, hogy jó helyen vagyok. Akkor 4 jegyű, valami 4 jegyű számot kellett beütni a távirányba. Nem próbáltam meg. És aztán a számlához csapták volna, úgy tudom, hogy percenként 6000. Filmenként kell fizetni. És akkor, igen. Ezt viszonylag nehéz lett volna megmagyarázni a promóció. Na, hogy vajon mi lehetett? A... Volt a Balázsnak némi minibár, egy víz, egy narancslé, és 6 óra pornó. Így van, is volt egy film, a Paplak titka. Ezt sajnos nem ismerjük. Tedd oda, hova nem való című film. Igen, Balázs ezt is kikölcsönzte. Úgyhogy nem tudtam megnézni, szörnyű ez, amikor az ember a telefonon egy alkalmazáson nézi, hogy 3-2. Hú, de nagy izgalmas. Úgyhogy ebben nagyon sikerült is szépen belealudni, de reggel láttam némi elégedettséggel, hogy végre. Végre Roger behúzta, úgyhogy... Nem, igen, nem voltál túl közlékeny este, egyébként akkor meccs miatt mentél föl? Nem. Mindig ilyen vagyok este. Ez este így ilyen. Mikor találkoztunk? Mert ott ültünk lenne egy páran, stáb, már vártuk Pirosékat, ő meg a Csabival jöttek közösen, hogy egy valamit megiszunk, nyilván lefekvés előtt, csak hogy kényelmesebben aludjál. Megérkezett a főnök. Hello, Sebastian! Há, mondom, ne beszélgessünk, sokat még nézettem. Szia, Feri, itt volt egy tartalmas. Nagyon szépen oda köszönöm. Gondoltam, holnap úgyis olyan sokat leszünk együtt. Felhaladtam a szállodába, és körülbelül egy óra múlva már aludtam is, úgyhogy emiatt meddig dajdajoztatok? Nem hallottam, mert nekem az ablak oda nyílt. Csak te nem hallottad. Tényleg? A kolleginát. Aha. Már jöttek az SMS-ek Zsuzsinak. Figyelj, becsuktam az ajtót, leeresztettem a redőnyt, még mindig hangos. Komolyan? Akkor lehet, én ilyen aludtam. Zsuzsi kicsit megint? Igen, a mi teraszajtunknak is elég jó a hang és hőszigetelése, úgyhogy a hőnek nem annyira örültünk, mert egy idő után már kellemetlenné vált bent a külletség, de legalább nem hallatszódott bent a Zsuzsi. Mert ha kinyitottad, akkor viszont. Igen, tehát a hajnal 2-kor még így félállom, vagy a gyerek azt mondja, hogy nagyon szeretem a Zsuzsit, olyan halsány. Akkor azért. Tényleg? Komolyan. De nem fogod, a vázát így kidobsz az ablakon, majd valamit. Ja, igen. Itt fölkapsz egy porcelán tigrist, ami ott ugrott a tévének a tetején. Gyerekek, én semmi. Én már öregszem, én már olyan mélyen tudok aludni. Üldugó? Hát vagy már megszoktam. Kitelepülés, akkor ez ezzel jár. Igen, tudtam, kitelepülés, akkor nincs már, nincsen semmi. Hogy semmi, éjfél körül már aludt mindenki. Csabinál volt valami anyag, azt megkóstoltuk, mondta, hogy ez nagyon jó lesz. Igen. Hát állítólag az volt, nem emlékszünk rá, úgyhogy ennyi, rövid volt, nem vagyunk már. Nem, már nincs már bennetek a rakendra, hogy olyan sokáig nyomjátok. Hétvége jó volt, Jani? Badáztatok, túráztatok? Volt valami? Nagyon jó volt egyébként. Pénteken volt egy szenzációs is sikerült születésnapjunk, nem tudom hány éves lett a kis, hogy hívják. És, nem tudom, mit kapott, mert nem emlékszem, nem én vettem. Is ott voltam, mert minden kellett csomagokat. És kitaláltunk neki egy nagyon jó dolgot, kaptunk egy tök jó tippet az egyik kedves ismerősünk, hogy vigyük el a gyerekeket paintballozni. Na, mondom, az inkább büntetés lesz nekik, mert rommá fogják egymást lőni, aztán mindenki a baleseti sebészetet fogja végezni, aztán minden anyukának magyarázkodni kell. És kiderült, hogy a közelünkben van egy nagyon jó kis atlétikai pálya a Kispesten, és ott van gyerek paintball. Olyan fegyverekkel, meg olyan lőszerekkel, amik nem ütnek akkorát, de ugyanolyan látványosak, ráadásul olyan festékanyag van bennük, hogy később a ruháknak a tisztításáért sem kellett fizetni, mert hogy rendesen kijön mosógébe. Azért már felnőtt, az eléggé fáj. Igen. Az nagyon fáj, az nagyon több, fáj. Mint kegyetlen. Nagyon jó fej volt a srác, mert egyébként így külön-külön megmutogatta a gyerekeknek, hogy egyébként milyen lesz majd a felnőtt, ha esetleg rárapnak. De mondom, gyerek paintball. Rálőtt a fegyverre. És most kérlek szépen egy önként jelentkezőt, igen, ő lesz céltábla, és kilőne szívesen. Közelről. És figyeljetek, a gyerekek megőrültek. Természetesen elmondtak mindent. Kedves kis unokaöcsémnek is, hogy figyelj, 5 méteren belül nem lősz senkire, hátulról nem lősz senkire. Igen. Szerintetek, mi történt? 4,5 méterről hátulról vadászott le mindenkit. A gyerekek ilyenek, igen. Figyeljetek, imádták, rohangáltak, és ráadásul az ivararányok olyanok voltak, hogy mondjuk 10% volt fiú, a 90% pedig kislány. Ó. Oh. Megőrültek tőle. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, mindenki nagyon boldog volt, meg ráadásul ugye úgy csináltuk, hogy a születésnapi ajándékoknak a listája ez már előre lett adva elég hosszú időre, úgyhogy nem volt egyetlen mellélövés sem.
Az jó. Ez nagyon jó volt, aztán pedig leutaztunk ide Debrecenbe, vagy felutaztunk, mindegy, bocsánat a fogalmazásért. Debrecenben nagyon sokat voltunk, már láttuk már elég sokszor, úgyhogy tudjuk, hogy gyönyörű város. Úgyhogy egy picit messzebbre mentünk most Nyírbátorba, mert már régóta meg szerettem volna nézni a Bátori Várkastélynak a felújított palotaszárnyát, amit tudtam, meg tudtak menteni. Tudtam, hogy tegnap mit nem csináltam. A palotaszárny! Látod, nekem is mondta Viki, hogy induljunk már, nem, Viki, ne rohanj már, úgy sincs ott semmit megnézni. De hát Viki vár ott egy 400 éves fa, harangláb. Biztos ott várnak a Janiék is. Biztos ott lesznek. Hát figyeljetek, egyrészt gyönyörű, másrészt megmondom, azért abba van egy kis hátborzongató érzés, amikor bemész egy ténylegesen egy olyan haranglább, ami az 1600-as években épült, és azóta ott áll. Meg hát van ott két, pontosabban nem egy, hanem két gyönyörű neogótikus templom, azok is pazarok voltak csodálatos, meg hát természetesen találtunk egy jó kis cukrászdát. Hát ott te meg botorkászott a szigeten. Hogy vártalak benneteket fönt. Ahelyett, hogy felkarolnál engem, beülnék egy kocsiba, és némi kultúrát szípadnál. Haranglábat néznék. Te botorkász a szigeten, én meg otthon. Mondjuk én dumálok a Jani várlátogatására, mert én meg voltam olyan hülye, és lejöttem Füzesabonyról az autópályán, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkot megnézem. Mi van? Miért? Hát mert hidivásár volt, gondoltam, ja, hogy csak van ott valami fajaszható sonka, kolbász, akármicsoda. Hát gyerekek, ez nem tudom ki volt kint utoljára, de hogy az van a hidivásár, hogy kimész, az első nagybetűvel kívánni, hogy mojító kapható. Ja, hát egy, igen. Várjál, egy, a régi. Ugye? A régi tradicionális zsivány mojító. Zsivány mojító, egyet tovább mész, kalasnyikovok vannak fölakasztva, meg ilyen katonai ruházat, ilyen kiherélt puskatot, hogy lőni nem lehet vele, de ha te akarsz otthon a nappaliba, hát mindenkinek van otthon a nappaliba egy kalasnyikov, azt tudsz venni. A harmadiknál hagytam abba, mert ott meg ilyen gyerekjátékok voltak, de régi autentikus műanyag játékok. Árult egy bácsi. Ott meg egy kis kiállítás a fertőtorról és a környékén. És körülbelül ennyi, és akkor mondtam, hogy na meg is vagyok, úgyhogy ennyi, kicsit leültem ott a 9 lyukú hídnál, aztán eljöttem szépen, mert... Ha mész neki a hídnak, így Debrecen irányából, és mondjuk balra lekanyarodtál volna, akkor ott van a Madárkórház. Na, azt viszont érdemes lett volna tényleg megnézni, na, mert hát fantasztikus munkát végeznek az ottani emberek. Tényleg, igen, ki van írva. Igen, ott különböző sérült madaraknak a rehabilitációjával, a természetbe való visszaengedésükkel, visszaeresztésükkel, illetve hát azoknak, akik sajnos már nincsenek olyan állapotban, gyakorlatilag az élethosszígtartó nevelésével, tartással foglalkoznak, mi ezt még meglátogatjuk most hazafelé. Egyébként meg, ha tovább mész, ezt csak mondom, ha gyerekkel jönnél. Igen, ott van kell vontató az autónak. Hát jó, az a tiédnek, igen, de hogy ott például van ilyen a kis állatsimogató, de régi rendes magyar állatokkal. Aha. Rackajuk, értem. A rahas poli. Tudom, na, itt ne keresete. Poli kutya. Aha, tök jó. Igen, úgy és van, hogy kiszáll a gyerek, megindítják a kutyát, és akkor aki a gyorsabb, az nyer. Na, ez viszont jó. A rackajuk az azért jó egyébként, mert ott meg legalább a szarva alapján különbséget tudsz tenni, közte meg egy puli közt, tudod, hogy mit simogat. Igen. Hát én elég városi vagyok egyébként, egy rackajukkal már megizzadnék azért. Az, ami egyébként csavaros a szarva? Hát, izé. Nem? Vagy az éti csiga? Nem az, aminek ilyen nyújtott kakaós csiga szarva? Nem, a szürke marha az nem. A szürke marha eredetileg a honfoglaló magyarokkal érkezett az országba, tehát viszonylag régen van már itt, és egy picit ilyen koronás, úgy szokták mondani. Hogy ja. De most a rackajút kérdezem. Én a rackajút kérdezem, mert nem, az, aminek ilyen a szarva, mondom a Bennek, hogy a tehén szarva le, ezt szoktam mondani. Az a kakaós csiga. Amikor Benny elindít a tetejéről egy üveggolyót, az a végigúról, és egészen is egy koponyáján pattog. Ezek elég agresszív állatok, ezek mindig így fejjel mennek. Hát nem lehet valaki agresszívá teszi őt. Soha nem látom még senki agresszív rackajuhot, de neked sikerült. Bárhányszor a Benny megsimogatta, mindig nagyon agresszív lett, mert valószínűleg hátul húzgáltam. Na jó, van, nézzünk gyorsan egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Van, aki jön ide a helyszíre, azt mondja, hogy megyünk hozzátok Panna lányommal. Hát ez nagyon szép. Nagyon szép. Még nincs itt az illető, még nincs itt. Nagyon van. Mennyi idős a kis Panna? Ez nem írta meg, de ha megírja, akkor az a 9 hónappal a legutóbbi kitelepülésük után érkezik. Igen. Balázs, most indulunk a helyszíre a két gyerekemmel. A bögrédet ne adod a senkinek. Én szeretném, Ibolya. Nincs bögréje. Gyerek, konkrétan nincs bögré. Hát mert valaki bejött a stúdióba, és már elvitte. Uh-huh. Nem baj, de így legalább könnyebb megígérni, hogy nem adod oda senkinek. Hisz nincs. Egész biztos, hogy nem adom oda senkinek, igen. Már nincs semmi a szigeten, kérdezi egy hallgató, még hallom a zene dübörgését, még zúzzák. Hát még reggel after party van, persze. Nem, hát az már, hogy hívják a tarlós ülmál örömünnepet, és hallgatja a régi Cepelineket. A dobokat is vonul be visszavenni a kis szigetét, igen. A Vénusz-Jupiter együttállás, láttátok? Nagyon szép volt. Na. Na? Eget bezzeg nem nézitek, ugye?
Én sem néztem. Hát van egy nagyon komoly együttállás, amiben majd még bejön a Hold, és akkor ez így egy hármas együttállás lesz. Ez valóban nagyon szép. A Vénusz és a Jupiter, azt hiszem egy fogszög, vagy két fogszög, vagy hogy mondják ezt. Fogszög? Mert áll egymás mellett. Ami mikor azt mondja, ez? Ez még van. Tehát ez nem úgy, hogy egy pillanatra van, aztán eltűnik, hanem egy-két napig ezt tudod nézni. Két nagyon közel álló kis bolygót kell keresned. Aha. Az a Vénusz meg a Jupiter. Egy királytok tényleg nagyon szép. És meg az ritka. Égen keres. Jó, fontos, hogy ne a Földön keresd, igen. Tehát leszeged fejjel, viszonylag nehezen találod meg. Igen, és ebben valamikor mondom, bejön egy negyed hold, vagy mi jön be, hallottam, még nem láttam. Meg néhány csillag. Meg kicsit néhány. Egy kristálszám szövege. Igen. A kicsit még ott bezavar egy kicsi csillag, de tényleg szép. Tényleg szép. Ma este meg tudjátok nézni. Ja, akkor még ma mesélek tart, mert tegnap reggel akkor lemaradtunk róla, mert nekünk otthon volt egy nagyon komoly együttállásunk, amíg egy gyerek aludt. Igen, egy három fok szögös, nagyon komoly, nagyon komoly együttállás. Egy hegyes szögös. Egy hegyes szögös, igen. Na, nézzünk gyorsan, még egy-két közlekedésünk is van. M2-es 28-as kilométerénél van egy trafi Pest felé már most. Mérnek ezt Viki küldte nekünk, és Horex is elküldte ezt az SMS-t, valamint Nyíregyháza felé, a Rókabokornál mérik a sebességet. Gyerekek, én egy trafit nem láttam tegnap, csak néhány dolog villan. Mert már jó elbújnak. Nagyon bújnak. Bizony. Ezek. Igen. M3-as baleset most Pest felé, a 31-es kilométernél. Ez Bag után van, Gödöllő felé, ezt pedig Kobra küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nem volt trafi, de volt villanás. Az mi lehet szerintetek? Azért, mert tényleg elbújtak. Láttam, hogy 2-3 villanást láttunk az autópályán, de nem tudtam megfejteni, hogy honnan jön. Úgy fotóznak, hogy nem is látom őt. Igen? Hát vagy csak egy eltévedt turista a 178-as kilométer körül vakúzott. Próbáltam megörökíteni, hogy elsietünk. Nem, tényleg, még itt Debrecen belvárosában is. Vagy a tükröm volt furán beállítva. És hát, hogy amíg itt is láttátok. És megint a rohadt életben 300 kilométer óta fotóznak. Valami nagyon komoly szert nagyon fogyasztottunk. Meg. Igen, nagyon követnek. De azt fejtégettük, hogy ennyire elbújnak. Hogy egy éles trafi nem volt sehol az M3-ason, viszont villanások voltak. Lehet, hogy behalusztunk valamit? Lehet. Ittatok előtte valamit? Fogyasztottunk valamit, és kicsit halucináltunk. Az is lehet. Látok, és hatással volt a zene. Igen, mi is megalakultunk. A belvárosban lehetett a Debrecenben ilyen lámpába telepített, de az meg nem villan. Van Debrecenben lámpába telepített. Tényleg? Ne csináltam. Egy ember bólincsatok, már legyetek velem. Köszönöm, uram. Köszönöm. Igen, van. Szerintem az kamu. Tudod, micsoda rendőrség? Évente kiadja, hogy most ezekben a lámpákban telepítettük. Ez kamu. Ezt minden évben elsütik, a lakosság 80%-a még benyalja. Hú, vigyázzál, mert a kacsó... A kacsó Pongrácz kereszteződésében ott van. Nincsen semmi. Nem tudnak ennyi filmet beletenni, nincs erre pénzük. Ez kamu. Már nincs film a trafikban, képzeld el. Akkor nincs ennyi villanás. Szóval nem tudnak ennyi filmet beletenni. Hát akkor nincs ennyi villanás. Azért bologatod, mert igaza van a férjének, vagy pedig mert headseten tankcsapdát hallgat. Mert hogy egy ember bólogatott, azért csak nekünk mondom. Nekünk az elég, ő telepítette. Ja, csak tudja. Felejtsétek el, ez kamu. Tényleg. Ez csak ijeszgetnek, hogy vigyázzunk. De szerintem lámpában nincsen. Lámpában nincsen. Na, Bali, a csavaros, az a Leila a Jediből írja valaki. Írja valaki, vicces, visszarazgatjukra. Jól van, 6:30 van pontosan, játékra ne jelentkezzen senki, mármint ugye SMS-ben, ne pazaroljon senki erre most, nem tudom, 20 forintot, mert hogy ha kitelepülésünk van, akkor mindig a helyszínről választunk fekete-fehér. Igen, nem játékos, meg a többi játékhoz is innen választunk. Úgyhogy és ha nekem ingyen SMS-en van, akkor csak küldhetek? Van-e, hogy ingyen SMS? Persze. Tényleg? Jó, előfizetést kell választani. Nincs nekem ingyen SMS-em. Ilyen csomagba vagy, hogy bármennyi? Uh-huh. Nem vagyok marad a gyerekek, nekem még mindig szerintem az van, amit 97-ben megrendeltem. Akkor nagy a baj. Én azóta nem váltottam csomagot, én nem tudom, tényleg egyszer, hogy mindenki, hogy egyszerűen kérdezem már, hogy milyen csomag vagyok. Én ott megrendeltem valami, nem tudom, optimum csomag, emlékeztek végére? Álló, pannongi esem? Azóta konkrétan nem, én is tudom, hogy még... Hogy működik egyáltalán a számom. Jól van, 6:30 van pontosan, tehát jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Tűz van, vagy mi van? Ja, kim van a Feri? 10 perc van pontosan. Köszönöm, reggel 5:30 óta tanítom őket, köszönöm, tényleg. Ezért érdemes csinálni, érte? Egy mondattal kivégez. Azt hittem, ami autó belehajtott a tömegbe, vagy van. Istenem! Azt hittem, valami komoly pánik van. Gyerekek, állítólag éjszaka megszólalt a tűzriasztó a szállodában. Hát én aki is hallottam. Kettő is volt, az egyiket azt még a kint a teraszon vettük észre. Tényleg? De azt a pánikot, ami négyünk arcán volt, így mindenki oda nézett, kinyíltak az ajtók, mert olyan fotocellás ajtó van, és a tűz van, akkor automatikusan nyit. Elkezdett a riasztó, hát mondom, füst nincs, ezt az éjjük meg még mielőtt futunk. Igen, a tűzben van, mi kint, mi baj lehet. Igen.
Állít, engem a Viki fölkeltett, hogy tűz van, mert én meg állítok, azt mondtam, hogy én nem emlékszem, hogy tényleg ezékeltettél fel, mert tűz van. És aztán aludtam tovább. Tehát nagyon most nem vettem. Tényleg azért, mert lángokban áll minden. Tényleg azért, hogy 5 perc, ha meghalunk. De hogy ezt már az ember ennyire nem veszik komolyan, vagy mi van? Hát tűzriadóra elvileg ki kéne menni pizsomába a folyosóra. Hát, nem? Hogy én ki is mentem egyébként egy nappal korábban, mert hogy marha érdekes, hogy ez valami helyi tradíció lehet, mert egy nappal korábban ugyanígy megszólal, csak 2 órával később. Tehát hajnal 2-kor hirtelen megszólalt a szállodában a tűzriasztó, és egyetlen ember volt, aki felpattant abban a pillanatban. Nem csak a bimmetető! Nem hiszem el, tényleg. Igen, kirohantam a balkonra, kirohant ki még rajtam kívül. Hát sokan, gondolom, volt néhány kép a falon, meg a padlószőnyege, meg a, hogy hívják, a lambéria, senki, még a portás is egyébként lent horpasztott szerintem. Én voltam az egyedül, aki ilyen, hogy hívják, kitágult pupillákkal, mint aki be van kokszolva, tudod, hogy kirohaltam, és akkor így egy gyorsan mindenki. Fogd a pénztárcát, fogd a táskát! Először a nőket és a gyerekeket! Adja a laptopot, ne a virágot! Sehol senki? És gyakorlatilag senki. És akkor vége lett az egésznek, csak úgy visszakullogtam. Tudod, kicsit bántat, hogy semmi kicsit bántam, igen. Hogy nem lesz rólam egy kép majd a debreceni hírharsanyámba, hogy kormos arccal gyerekeket mentek. Most tényleg, mi lett volna tegnap is tűzvált? Én álltok, aludtam, szintén nem is. Tehát mi van? Az ember már nem vesz komolyan tűzírót. Ti ültetek, tovább ittatok, érted? Hát ezt nem lehet így csinálni. Most ez a fröccsömet csak nem fogom ráönteni a tűzre, hogy... De ez valaki, baj. Valaki szórakozásból, vagy valahol rágyújtanak a szobába, és ez akkor megszólal, vagy ez hogy? Ez egy automatizmus, tehát be van állítva minden estére egy próbára. Igen. Valamikor beintul. Vagy már azt, én már vártam egy picit, mert hogy elég sok ilyet átélhettem, ugye a élemedett koromból kifolyólag, hogy megjelenik egy ilyen nagy bajuszú ember, a helyi, hogy hívják, a helyi parancsnok, a tűzrendészeti felelősség, azt mondja, hónapot. Semmi gond nincsen, próbariasztás, vadon örül, jól vizsgázott, itt írja alá, legyen szíved, jó volt, sikeres volt, köszönjük, igen. Visszafeküdhet. Éjjel 2-kor ott a kis pizsomádba aláírod a folyosót. Igen, és közben átszakítja a pizsoma felsőmet, a szívem úgy dobog. Ez vicces, hogy te kirohantál. Igen. Gyerekek, hát most nem voltatok itt, hallgattam a híreket, én komolyan mondom, nem is akarok már élni, nem hallottátok, egy 8,5 percet. Kint is szólunk. Tényleg? Érted? Az iskoláját. 8,5 perces kis előadás, hogy miért ne együnk sót, hogy fogunk megdögleni, ha megmerjük sózni azt a rohadmányos ételt, tüntessük el az asztalról a sót, és egyébként is ne sózzunk meg semmit. Hát van az a mese, az a úgy szeretlek apám, mint emberek a sót. Próbáld be meg, hogy nem sózol meg semmit. 8 percig ezt hallottam, hogy mindannyian megdöglünk, ha sósan eszünk. Miért kell ijeszgetni az embereket korreggel? Nincs elég bajunk 6 óra után 53 perc, amit ezt végighallgattuk? Az a parancs, hogy szeptembertől például menzán nem lehet kint só az asztalon, és vissza kell venni a sófogyasztást a gyereknek. Tehát olyan mennyiségű moslékot fognak hazahordani, érted, a konyhás nénik, mert senki nem fogja megenni a kaját. Az pontosan. Hogy van, aki azt mondja, hogy együnk, van, aki azt mondja, hogy ne együnk. Jó, te nekem picit. Ne dumáljál a izével a zapkorpa kekszeddel, vagy tényleg, mi hol van? Hát nincs, hát hol itt most zab? nincs, nem hoztam. Hozott valaki Balázsnak ajándékba zabot esetleg? Egy tál zabért, gyerekek, ölni tudnék. Nem kell bele semmi, csak kis szemű legyen, jó? Egy kicsi minimum tejjel, kis minimális tejjel. Felöntjük, én meg vagyok. Nem, egyszerűen nem úgy indul a reggel, hogy nincsen zab. Nem, hol a zabom? Az nem jó, az tele van cukorral. Nézd meg, mennyi cukor van. Így van, a sóról nem is beszélve, az is biztos van. Valaki bemutatott egy kekszét, köszi, nagyon sok cukrot tartom egyébként. Úgy adják el, hogy hú de egészséges, meg így jó van. Estét, meg egy nyugodtan, nincs vele semmi gond. Nézd meg, mennyi cukor van benne, rengeteg. Na, jól van, ennyit erről. Játsszunk már is valakivel. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggel. Hello. Hogyha? Hogy hívna? Ildi vagyok. Ildi, hello Ildi, honnan jöttél hozzánk? Földes, az milyen messze van? 33 kilométer. Pont így helyeztem volna el a térképen. És merre felé raktad volna? Debrecentől észak-észak-kelet, dél-nyugat. Jól mondom? Jól, nem? Körülbelül. Hát tudod, gyerekek, egy térkép vagyok. Hogy nem vagy suliban? Ja, most nincsen suli, nem? Ugye? Nincsen augusztusban suli. Szép volt. És már dolgozom egyébként. Mit csinálsz? Egy nyomdában dolgoztam. Nyomdában dolgoztam. Na jó van. Kivel szeretne játszani, Ildi? Balázs. Igen, érzem.
Gyerekek, most még elbukhatom. Nem, nem bukhatod el, a múlt hetet is te buktad el 3-2-re. Rámennek a gyengére, ez nem ér. A héten 2 játékunk van mindösszesen. A ma, meg a holnap. Ne engedd el. Tehát ma hozni kell, és holnap is. Mi van a döntetlen? Tényleg csak 2 játszunk a héten, mert aztán nem vagyunk. Mi van? Akkor nem nyert senki. Ez az. Akkor lesz egy... megint kiúsztál a bajból. Nyugodtan, én segítem. Megint kiúsztál a bajból. Oké, na felkészültem. Jani? 3-2-1 fire! Szia Balázs, lehet egy kérdésem? Hát ha szeretnél kérdezni, akkor kérdezzél egészen nyugodtan. A születendő gyermeketekről szeretnék kérdezni. A gyerekről? Igen. Hoppá, köszönjük szépen! Ez az, visszajött a csapere! Legtudtad csinálni! Ez az! A tegyüzes tár! Ez az! De jó volt! Istenem! Na, itt fejezzük be a csúcsok el a bajni! Most hagyjuk abba, mindenki menjen haza! Ezentúl nem lesz ennyienek a rohadt játéknak, mert már mi is untuk, hogy állandóan mindent elbukunk. Hát de jó volt! Gyerekek, én 2 hónapja nem nyertem játékot. Bocsánat, Ildi, hogy ezt rajtad kell újra megtapasztalni, de kicsit örülök. 2-2,5 hónapja. Nem sikerült játékot nyernem. Egy mély ponton vagyok túl. Az a baj, hogy rossz témát választottál. Semmi információs top van a bulvár médiának ebben a témakörben. Balázs ebben a pillanatban lehúzta a rólunkat, ahogy bedobtad a témát. Igen. De egyébként nem volt rossz. Jó volt. Izgultam, mondom, most megint kikapok. Hát kész, nem? Az a vége. Vége. Jól van, azért... Ha már kitelepülés, akkor természetesen nem szakítunk. Jó szíved. Igen, nem szakítunk azon hagyományokkal, hogy ha kitelepülés van, akkor aki veszít, aki nyer, kap egy ajándékcsomagot, jó? Bögrés, jó? Köszönöm szépen. Ez volt a cél? Azért egy ajándékcsomag, ugye? Igen. Jól van, hát az a 8 másodperc gyönyörű volt. Ne. Hát jó lett volna még többet kérdezni, de észre sem vettem igazából. Köszönöm, hogy kiúsztál a bajból. Szívesen. Köszönöm, hogy nyerhettem végre. A pénzt majd adom lent, amit megbeszéltünk, jó? Igen. Jó. Köszi, Ildi, a játékot. Ciao, jó munkát tegyen. Hello. Így kell csinálni. Na, ez jó volt. Király ennyi. Volt. Gyerekek, ennyi. Holnap lehet utánam jönni. Jó? Igen, és hogy visszajött az arc azonnal. Abban a pillanatban. Jó, oké, holnap lehet utánam csinálni. Jó van. Megint mutattál, megint tanítottál, megint példát mutattál. Megint villantam. Fú, gyerekek, nagyon. Felemelted a zászlót. Oda köszönöm. Volt már az önbizalmam ebben a játékban. Már reszkedtem, hogy ne engem válaszolnak. Elszállt az önbizalom, de most úgy érzem, egy kicsit visszajött. Így van, mert éhes ingerültétett az apjány. Valaki hozzon zabot, mert nagyon nagy baj lesz. 60-ban asszot felül drága képek készülnek. Küldte nekünk egy hallgató, M2-es trafik Gödnél Pest felé, valamint a 71-es főúton mérnek a kollégák Balaton Füreden Cooper ügynök, vagyis egy rendőri bemószerolta a saját kollégáit. Látod? Milyen rendes. 60-ban asszon felől. Valami lemaradt belőle. A 71-es úton mérnek a kollégák Balatonfüreden ezt írta. Asszót felől, azt nem azt mondtam? Igen, hát asszót felől. Asszót felől, igen. Nem az én asszom felől. Egy perc pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, meghallgatjuk, hogy miért fogunk meghalni, a sóset teszünk. Mi pedig jövünk a hírek után. Figyelj, átmentem egy másik helyre, mondom, kipróbálom ezt az oldalt. Én vártam. Már meg gyerekek. Vártam, de nem történt semmi. Hello. 7 óra múlt 11 perccel. Mondom, mi elraboltak? Nem jön a hang? Vagy átmentem egy másik helyre, Nyíregyházára, sziasztok, nincs itt senki. Igen. Ja, gyerekek, itt vagyunk méghozzá Debrecenben a Klassznyár utolsó állomásán. Utánunk majd élő rádióműsorok, sőt, mi több. Hát gyerekek, már 10 órakor élőben megmutatja nem kicsi önmagát Kassa Tibi. Bizony. Ugye? Erről a hatalmas színpadról. Nem kicsi önmagát megmutatja Kassa Tibi. Aztán még egy csomóan jönnek majd fellépni. Így van, 15 órától Vastag Csaba és Vastag Tamás, 17 órától a Napóleon Bulvár, 18:30-tól az Ergo, és 20:30-tól pedig hatalmas Hooligans koncert lesz. Ezt nem hiszed el, kollega úr itt az első sorban, hogy mondhatod, hogy jön Kassa Tibi, azt ígérjük, hogy sztár vendégek lesznek. Miért most ott a Napóleon Bulvár is? Hát a micsoda húzónév, óriási. Nem akar a földön járni. Nekik milyen számaik vannak? Ezt most énekeltem. Mert ezt ismerem. Hát, tudsz még fejből 2 Napóleon Bulvárot mondani egyébként? Anyám nagyon szereti őket. De hát most mit csinálják? Hát akkor beszélj a kedves mamával, érted, engem meg ne vegzel. Szóval lesz Napóleon Bulvár is, igen. Nézzük gyorsan az SMS-eket, mert sokféle kérdés jött hozzánk, ezeket szeretjük megválaszolni.
A legfontosabb példa, hogy Vézolika mikor lesz? Gyerekek, ez egy jó kérdés, mert nem tudom, hogy szóltunk-e neki. Tehát itt van egy kis szervezés hiba, bár őt ismerve igazából nem kell szólni. Igen, meglepetésszerűen érkezik. Lellén ott volt, és akkor megígértettük vele, hogy ide is eljön, úgyhogy jön, nem ússzátok meg. Mondtunk neki helyszínt, elmondtuk, hogy hol vagy, tud valamit? Nem kell. Ő szerintem egyébként amióta bevezeted őt ugye a köztudatba, az hogy gyakorlatilag követ téged. Szerintem egyébként azok a titokzatos villanások is hozzátartozhatnak, amik végigkövettek Budapesttől Debrecenig. Igen, ő fog majd egyszer elrabolni, és megtelő egy gödör alján babázok majd vele életem végéig, és néha így lenéz rám a gödör mélyére. Jól vagy? Igen. Az leszek, amit akarsz, akár a pasid, akár a csajod, csak szeres. Engedjen. Szóval megválaszolva a kérdést, elvileg 9 utára várjuk Zolikát, hát ugye egészen kiszámíthatatlan emberünk, úgyhogy bármikor beesett. Felmehet majd a nagy színpadra is, de hát nem biztos, hogy bekapcsolunk miatt a sok eszközt, mert hogy nem biztos, hogy szükség lesz rá, de itt lesz. Igen. Itt lesz ő, és eljátszik egy számot üzembiztosan. Hát 2 kértünk tőle, de mivel az új száma nem készült el, így legyen csak 1, nem? De azt miért nem sikerült eddig megcsinálnia? Hát mert volt rá 3 hónapja, azok egy jó munkához, ja, azért hát több igen, kell. Hát igen, hogy csak összedobálod. Ez valami nagy zenekari mű lesz egyébként, amivel készül. Hát majd a Cameron Savat addig elnyomja. Illetve ahogy ő mondja, a Cameron Savat. A Cameron Savat, igen. Nem szeretnék jelentkezni, mivel azt írtátok, ne jelentkezzen senki, csak nekem is van 300 SMS-em, amit bárkinek bárhova elküldhetek, mert 10 000 forinttal feltöltöttem a kártyámat. Szép napot, hetet, hónapot, évet kívánok. Ó, nagyon szépen köszönjük, egészen biztosra ment. Igen. A Vénusz együttállása nagyon izgat, hajnalban a dombot már láttam ide. Ide nem azt. Köszi a bögrédet, Balázs, a sárga pulcsis lány. Küldte ezt nekünk, hát bárki is vagy, nagyon szívesen. 6 helyre írtam már el ezt a bögrét, most azonnal. Bali, be tudlak rakni a Telenor legjobb titkos csomagjában. Köszönöm. Igen, az ingyenes szerintem. Az igen, van ilyen ingyenes csomag? VIP csomag. A titkos csomag. Na ezekkel kell vigyázni a legjobban. Igen. Na ha a titkos csomag, figyelj, neked lesz a legjobb tarifád az egész országban, de csitt maradjon a mi titkunk. És ez ki, hogy 70 000-es számla. Trafia 47-es úton Berettyó Újfalú és Derecske között a 28-as kilométer, ezt már küldte nekünk, valamint Böhönyén a Nagybajon felől érkezőket mérik. Ez mint valami vicc lenne, nem? De egyébként komoly. Angéla küldte nekünk, valamint M5-ös 39-es kilométerénél Budapest felé útfelújítás, körülbelül 2 kilométeres a sor. Na, hallottad ezt a kis 29-ból ást, aki csak úgy fogta magát és megszökött egy afrikai kórházból? Én nem akarlak nagyon ijeszgetni, de azért jó, ha tisztában vagy ezzel, hogy ezek már úgy megszöknek úgy a kórházból a gyógykezelés alól, és úgy kirajzottak. Hús! És úgy eltűnt 29-ból ást. Mert egyébként megtámadtak egy kórházat. Most mit támadnám meg ott kint, ha nem egy kórházat? Nem? Hát most... Emelje föl a kezét, aki örülne annak, hogy kimegy Dél-Afrikába. Na, így, ennyien ugye, vagyunk. Nem vagytok elég bátrak. Nem hát kell, nem, abban van a vitamin. Az van, hogy van egy kórház, ahol kezelik ezeket a szerencsétleneket, tényleg nagyon sajnálom őket. Azt jönnek a fegyveres emberek, mert ott biztos van kaja, vagy nem tudom, el lehet vinni az EKG-t, vagy valami az EKG gépet. És amikor ezek bementek, betörték az ajtót, mi történt? Az ebolásokkal. Kimentek! Tudod, hova mentek? Oda, hova mi megyünk! Elszabadultak. Meghalni! Elszabadultak. Jól nézzetek meg bennünket, mert utoljára láttok hárman. Rossz tudod, a megközelítésed, Feri. Érted, most itt aggódsz, amit a 29 meg kiszabadult ebolás miatt, hogy 30 lett volna, már én is aggódnék, de ez a 29, ez így teljesen. Figyelj, semmi. Világos. Meg terettek tőle, rajtad látszik. Aha. Majd meglátod, ott fogtok vonyítani a szobát, mert én biztos, hogy lezárom hermetikusan a szobámat, onnan fogok rádiózni, és ti ott fogtok vonyítani, szűkölni a küszöbömön, érted, ahogy a bantu színesbőrű kollégák ott állnak mögöttetek, bantu. És szedik le a hátatokról az ebolás majmot. Az éces ott egyébként. Ja, hülye vagyok, minden. Az nem az. Na. Ebolás az ember, éces a majom. Az a, ebben van lesz a vitamin, azért nagyon jó. Ez a legfontosabb, Feri, majommal ne közösülj. Ó, érted, parancs értettem. Érted, akkor nagy baj nem lehet. Hosszú lesz ez a 2-3 hét, de akkor se engedj a kísértést. Így van. Így van, de nagyon szép családot adsz be magad után. Gyere csak, hogy majd oráng után anyjuk. Igen, akkor majd kikísérnek majd a repülőt. A kis családod. Igen. Hoznád a csomagom, édes. És ezt nem kell megmagyarázni, ott van meg a gyerek. Nézd meg, milyen kedves kis állatkár. Hoztam ajándékba. Igen, olvastam egy elég komoly cikket erről. Nem könnyű ezeket a fiúkat, lányokat ott gyógyítani. Tehát egyrészt azt gondolják, hogy a nyugatiak terjesztik az ebolát. Innen indul 2. Sokkal szívesebben mennek a törzsi sámához, mint a nyugati orvoslás vegyenek igénybe. Nem hagyják magukat kórházba szállítani, mert egyébként azt gondolják, hogy ott valami kísérlet folyik ellenük, és hogy kiveszik az agyukat és a szívüket, és nem tudom. Próbálják az orvosokat minden pillanatban megakadályozni, hogy egyáltalán hozzájuk érhessenek, és bujkálnak a nyugati orvosok elől, most és mennek a törzsi sámához majd, hogy majd igen, ő biztos meggyógyítja őket. És azt gondolják egyébként, hogy ez egészet mi,
terjesztjük, már mint az orvosok, akik oda mennek, tőlük jön, meg az ördögtől jön ez az ebola, meg egyébként nincs is ilyen, hogy ebola, csak hogy a gyarmatosítók ezért mennek most oda. Most megnyugtattam marhára. Őket megfertőzik, úgyhogy ez a 29 is így elrajzolt, hogy ezek a büdös életben nem kerülnek elő többet, az nem. Egészen biztos. De kik vannak akkor veszélyben? Az orvosok vannak veszélyben, és az ő szempontjukból nézve furcsák. Na most én azt elintézem, vagyunk? Hogy Balázsnak a becsekkoló kártyán azt szerepelje majd, hogy doktor Sebesty. Másrészt pedig, hát Feri, ne arra, hogy a Sámá rögtön ki fog szúrni. Tehát, hogy érted, ahogy te kinézel, a számukra felfoghatatlan. Ilyen nagy darab nem lehet, csak nem. Ha meg ilyen magas, ez nagyon fura. Most biztos, elviccelitek megint ezt a hír, mert mi hangzott el, hogy a fehér embert gyanúsítják. Így van, egyébként tényleg. Mi történik? Így érted, Johannes Burmai leszáll a gép, ahogy kilépünk, ezek széttépnek. Hát nem lesz idő mebolásnak lenni, érted, mert megölnek. Igen, a csomagtérben utazom, úgyhogy nekem egy darabig nem lesz bajom. Már egyébként Kenya, ugye, ami azért hát erősen a másik oldal, bár szintén lezáratta a határait, abból a szempontból, hogy ezen három ország, Libéria, az, mint a Sierra Leone-ból már nem enged be utazókat. Az náluk mit jelent? Leeresztettek egy sorompot? Hát és csak jobbra és balra mellette lehet átmenni. Igen, tehát az ebola tudja, hogy le van zárva a határ? Nem, de hogy már nem ők azért próbálják a saját országukat úgymond karanténba rakni, tehát ők is azért odafigyelnek. Egyelőre még délről rendről nem olvasni ilyet. Van egy eladó jegyem Dél-Afrikában két sráccal, így se érdekel senkit? Gyertek, nem, abban van a vitamin. Köszi. Jó, hát, higgyétek el, jó lesz az. Turista osztály. Mindegy az, nincs se olcsó. Nem, csak olvastam ezt a hírt hétvégén, és megint eszembe jutottál, hogy átküldjem, ne küldjem, de aztán megkegyelmeztem neked, nem akarom elrontani a hétvégét. Képzeld, az én telefonomon is van internet. Nézted, olvastad? Aha, igen. Így van, meg ne küldj el ilyen dolgokat, mert érted, ölt, akkor Feri izgulni fog, ha izgulni fog, akkor dugulás elhárítás is kell majd oda. Igen. Tiszta hülyék vagyunk, komolyan. Mi megyünk a halálba, a nihilbe. Na csak valamit. Mondom, hogy egyébként meglepő, de hogy lehet, hogy előbb-utóbb egyébként Magyarországon is felbukkan ez a dolog, és akkor már nem tudod mire fogni, hogy mitől vagy megérve, ma itt is van, akkor már azért kell elmenni, hogy itt ne fertőződjél meg. És van egy ilyen hír, hogy 80 illegális határátkelőt fogott el a rendőrség Csongrád megyében. A csoport tagjai között ebolával fertőzött országokból származók is voltak. Csongrád, de messze van az. Azt mindegy. A Hooligans koncertet még érdemes megvárni. Csak mondom, hogy te meg vagy érve Dél-Afrikától, hanem most kiderül, hogy ezek közül mondjuk egy fertőző gyerekek, egy pillanatokon belül kiderül, hogy közelebb vagyunk mi, mint egyébként Dél-Afrikában mondjuk Sierra Leone-hoz, ha ebből az emberből mondjuk, vagy ebből a csoportból csak egy valaki. Bizony. Ne adj Isten, mondjuk fertőzött lenne. De őket elkapták, érted? És hát őket most elkapták, és őket most vizsgálják, ugye? Csak mondom, hogy lehet, hogy előbb ér ide maga az ebola, mint ahogy egyébként mi oda megyünk majd neki köszönni. És az a tervünk, hogy arra felé menekülünk? Igen, elhagyjuk az országot, és elmenekülünk. De hogyha azt nézzük, Feri, hogy ki nem volt hármunk közül eddig fekete fiúval, hát akkor megint ugye te vagy. Hát ez igaz. Ez egy nagyon komoly lemaradásaid vannak, úgyhogy. Akartam pótolni, de azt hiszem most kihagyom. Az én születésnapi ajándékom a Janinak egy 10 éves namib kisfiú volt, ugye? Még jó néhány évvel ezelőtt. Homokvárat építettünk, emlékszem. Úgyhogy nem, csak mondom, hogy megvan rá a fizikai vagy a matematikai esély, hogy itt Magyarországon egyébként előbb bukkanjon föl. És a kémiai esély előbb bukkanjon föl, mint hogy mondjuk Dél-Afrikában fölbukkan. Úgyhogy szokjad ezt a dolgot. Magadat, a feleségedet vagy engem? Csak téged. Én nem izgulok. Én azt gondolom, hogy az ebola oda megy, ahol félelmet éred. Az ebola azt támadja meg, aki fél. Aha. Ha nem félsz, bátorságot mutatsz, elkerül. Feri, vagy eltört a lapos üveged, vagy bepisültél. Utóbbi. Igen. Úgyhogy nem, én azt hiszem, hogy pontosan kell téged tájékoztatni mindenről, hogy tudjad, hogy hova jössz. Így van. Nem hallgatok el híreket előled, hogy ne az legyen, hogy meg kimegyünk, és az a bali, itt ez van, hát miért nem mondtátok? Tudjad szépen addig, hogy mi történik. Uh-huh. Készülhess erre, lelkileg, készülhess fizikailag, persze. Ez nagyon-nagyon fontos. Egy jó biztosítás, és akkor legalább a családnak jó. Igen, már rendben vannak. Igen. Mennyi csak drágább. A mórahalmi polgármester elmondta, hogy értesítették a tanyán élőket, ezt hallgass, hogy bármennyire is kérlelik őket a határsértők, ne engedjék be őket a gazdaságukba, ne kerüljenek kontaktusba velük, hanem azonnal értesítsék a határrendészeket. Mm-hmm. Tehát a mórahalmi polgármester már az eboláról beszél, értitek? Szóljatok már ki a terigéhez, aztán mondjátok már, hogy ne engedje már be őket, hogy a furálkodom ennek a furák, akkor zavarja őre furákat. De ilyenkor mit mondanak? De most komolyan. Hát azt ugye, hogy nem mindenki nyilván olvas internetet, meg nem mindenki tudja, azért, hogy ne kerüljenek velük kapcsolatba, szóljanak a
a terikinek, hogy van, amikor furák a afrók. Tegyél már egy maszkot, terikinek. Biztos, hogy ez a Móra, ami polgármester. Most ő csoda, tegyél már egy maszkot, te hallod, terikinek, hogy jár már neki teflonna veljön már a fejbe. Igen, ha elreszte már a kutyát, akkor kattattad. Szóval jár már a karcsinak, vannál a puska, lőjél már bele. Bakri, fog meg a furát. De tényleg mit tetted, hozzám jön majd egy határsértő, és akkor ott egyébként nézzem meg, hogy ő most devolása vagy lázása. Nem, pont, hogy ne nézd meg. Hőmérőt kell neki adni. Hőmérő, hát itt a megoldás, hát hőmérő. Hőmérőzze meg magát is. Ha nem magas a testhőmérséklete, akkor maradhat. Hogy várjál, hogy van egy 20-22 napig. Persze. Tehát, hogy be... Megfejtettem. Igen, oda megy a fura, bekopogtat. A kutya ugat. Igen. Terike bent van a nyári konyhában, éppen mosogat, hogy kevergeti a hatyákat, a káposzta főzeléket, vagy nem tudom, kell káposztát. És akkor kimegy, meglátja furat, és akkor állj egy tapottat sem, mert eleresztem a másik kutyát, és annak még foga is van. Itt van egy hőmérő, dugja be magának, aztán nézzük, mi a helyzet. Berakja a szájába, meghőmérőzi. Igen. Hát ha a szájába teszi, ugye? Mikortól ebola gyerekek? 37 hét hőemelkedés már ebola? Vagy 38-tól ebola? Hogy mikor? Hát... Gondolod, egy hatásértő azonnal lázas, egy az egybe. Egy az egybe. Nem lehet, hogy csak megfázott a hideg éjszakában. Igen, mikor egyébként simán lehet, hogy tüdőgyulladása, miközben a határátkelőknek, vagy a hatásértőknek az ebolához? Afroamerikai férfiak rohangálnak ott Mórahalomnál, vagy hát, hogy? Furák. Egyébként tényleg, tehát simán lehet, hogy csak egy másik országban jönnek. Miért kell őket egyből ebolásnak titulálni? Vagy csak elut a Dinnyeföldön. Nem mindegy. Belerakja a szájába a hőmérőt, ha nem lázas, akkor be lehet engedni. Na ha lázas, gyanús. Na jöjjenek akkor. Most csináltam egy kis káposzta főzeléket, megkínálom magukat. 22 nap a lappangási idő. Aha. Ami azt jelenti, csak mondom, és ezt viszont tök komolyan mondom, hogyha mi kint vagyunk éppen Dél-Afrikában, és Dél-Afrikában felbukkan az ebola, akkor ha mi visszajövünk, elképzelhető gyerekek, hogy minden dél-afrikai utast karanténba tesznek, hogy ne tud behozni. Tehát simán lehet, és ez viszont tök komoly, hogyha addigra odaér a járvány, akkor amikor mi megérkezünk, akkor még egy laza 20 napos karanténba bevonulsz, és fura ilyen maszkos emberek között fogsz még lakni 20 napig, ugyanis a lappangási időt meg kell várni, hol tudod megvárni? Karanténba. Milyen ez gyönyörű nem karácsonyunk lesz, nem? Közösen. Hát, jön majd a család, integet neked egy vastag üvegfalon keresztül. Akkor hát viszont a hőmérőzés nem elég. Tehát akkor te, ha jöjjenek ide a kukorica góréba, ez a karaté, és akkor ide bejönnek, ha itt lennek a 22 napig, azt mondta a polgármester úr. Számolom, ne csaljanak. Ne csajol senki. Apcikám, szaladjál már, kérjék már a terikének, hogy a lassan letelik a 22, hogy már baj legyen már. Szóval, gyerekek, nem egy egyszerű, nem egy egyszerű élethelyzet. Ezt a véreset meg kitolta. A kutya volt. Megint megevett egy szilánkot. Figyelj, hogy miért támadnak meg egy kórházat? Mi bajuk van azoknak ott a kórházakkal? Fegyveresek berohantak egy kórházba, ezek meg ott közben megszöktek. Én nem gondolok túl sok jót róluk egyébként, tehát meglehetősen erősen ösztönlénynek gondolom azért ezeket ott Afrikában, tehát hogy hát sajnos. Ezeket a furákat. Ezeket a nagyon furákat ott, nézd már, olyan furán nézek ki. De hogy hogy megtámadtak fegyverrel. Hallották a hírekből, mert mindenkinek van ebolája, nekik nem volt. De, lehet, hogy kiszabadították őket egyébként. Tényleg vannak ilyen felvetések, hogy a rokonok mentek, gondold el, hogy micsoda sötétség van ott azért, de tényleg szegények, hát ugye azért nem túl értelmesek. De most tényleg, most azért ezt merjük kimondani. Ezt megírják nem, szerintem. Hát most azért azt ki lehet mondani, hogy azért hát nem biztos, hogy azért annyira okosak olvasottak, mint mondjuk egy európai ember. Bent van a rokonod, egy nagy fehérházban, mit gondolsz? Azt gondolod, hogy ott most beleteszik azt a vírus, azt az ebolát, fegyverrel megrohamozod a kórházat, és kiszabadított 29 kis társadat a törzsdelet. Te nem tennéd ugyanezt meg a családodért? A furamaszkos emberek nem, egyébként elmények őket. Nem, hogy nem mennél oda, az István kórházat. Nem rohannád meg, nem most komolyan. Hát nem tudom, ez nekem anyám benn volt 2 hétig, igen. De nem akartam kihozni. Igen, maradjál még. Én azért ugye elhinném az orvosoknak, hogy hát azért aha, van benn, mert baj van. Hát tehát, valamiből otthon kifogytak, érted? Lehet, hogy csak kalmopirinért rohanták meg. Igen. Hát, igen, nem, megrohanták, dúltak, őt földúltak, mindent raboltak, dúltak, fúltak, kicsit ott hepciáskodtak. Igen, izgágáskodtak, hangosabb beszéltek, arrébb lögtek egy embert. Néha a levegőbe lőttek egy ilyen AK-val, majd utána 29 ebolás rokonukat, ők gyorsan kiszabadították. De állítólag a fegyveresek nem vitték el őket, tehát amikor berúgták az ajtót, elvitték, ami kellett, a kalmopirint, azzal elvonultak, és utána az ebolás betegek így látták, hogy a keleti szél mozgatja az ajtót, nyitva van, és úgy mentek ki. És mint amit a rabok a börtönből, akkor azt mondták, hogy szabadság és irány. Na most ezekről azóta megint nincs hír. És állítok, a WHO mondja, hogy azért nagy a baj, hogy senkit nem akarnak kiezgetni, de ezer halott, ez kamu. Tehát ez nem így van. Ez egy nagyjából becsült szám, de egy jóval alábecsült szám. Tehát, hogy itt több ezer emberről van már szó, plusz a halottak, plusz a fertőzöttek.
csak ugye azokat, akiket az orvosok láttak el, és előttük halt meg, aha, azokat húzzák be, és ez körülbelül 1000 ember. De hogy azt mondja, hogy ez már nem erről van szó. Tehát ez már sokkal durvább. Ez most megint az a hír, ami engem megnyugtat? Persze. Szerintem ez azért értem. Kell tudnod, hogy tisztában jó, legyél. Tisztában jó. Legyél mindennel. Tehát 10 000 ember halt meg, nem 1000? Na, egész másképp látom az őszi kirándulásunkat. Muszáj ezt tudni. Ki Móra halmi, gyerekek? Olyan ismerős nekem ez a Móra. A polgármester és Terike. Vagy illetve ő az agglomerációban lakik. Valamelyik híresség Móra halmi. Igen, én megmondom neked egészen konkrétan, Ördög Nóri. Tényleg? Igen, ő ott született. De már el is költözött, mert ott is ott jönnek be az ebolások, látod? Ő már időben elköltözött. Igen, onnan. De tényleg a Nóri Ördöghalmi. Vagy te, a Nóri Mórahalmi. Igen. Hát akkor... De róla egy szót sem, 5 éve 2! Mi a konkurens csatornáról nem beszélünk? Hát akkor menjen ki ő a búzába. Menjen a Nóri a búzába. De minek megy? Hát őrködni. Ja, hogy ő legyen az őr. Aha. Hát legyen ő az őr ott a neki, búzába. Igen, neki, ne, ő, hát ő ismeri a járást a búzába. Hát így van, hát tudja, hogy ki merre, meddig, és hogy ki lakik ott, és nem ott. Bekopogtat mindenhova. Ugye mi van? Mi van, ha ebolásokkal fenyegetnek benneteket? Bizalmatlan vagy. Hát nem nyitott ki akárkinek az ajtót. Ördög Nóri a kis mosolyával bekopogtat mindenhova, és mindenkinek hőmérőt tesz a szájába. De hát Terike néninek nem kell, mert Terike néni itt lakik. Terike néni ott lakik, Terike néninek nem kell. Hát figyelje ő a búzát. Igen. Nem? Lesse ő. Nem, felrakom az olvasó szemüveg, mert azzal jobban látom. Igen. Jaj, Feri, hát sajnálom, hogy ezzel már így korán reggel ez van. Kellett szembesülnöd, de én azt hiszem, jogod van ahhoz, hogy te tisztállással ebola ügyben egyébként. Na most az van, hogy ti mentek ki előbb egy picivel, csak igen. Mondom, lesz ott emberem, aki szét fog nézni, én úgy nem megyek ki utánatok, hogy öröm lesz nézni, ha az jön. Ma meglásd. Hát 3-4 nappal megyünk előtted, úgyhogy... Nézzen, de 2 darabba hozunk haza, mert rohadt nagy vagy. Olcsóbb 2 koporsós. Figyelj, álltok, ez ilyen elég könyörten ilyen belső vérzést okoz. Na most azért, amíg ez így átmegy rajtad, miért az meg? Az igen. Nálad a 22 nap lappangási idő is 44. Nálad minden időintervallumot egy 4x-5x kell megszorozni, úgyhogy nincs nagy baj egyébként. Messze van az még, addig bármi lehet. Vicceskedjetek. Jó van, drága hallgatóink, várunk friss közlekedési híreket. Jó, küldjetek nekünk egészen nyugodtan. Például olyat, hogy trafi van Szekszárdon, méghozzá Szekszárd és Kakas között a régi 6-os úton. Ezt Bufla küldte nekünk. Bufla Böhönyére. Ő csak ezt így elküldte nekünk, Bufla. Jó, játékra pedig szintén a helyszínről választunk, Hóben bácsira, Beru nénire, úgyhogy senki ne jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Ne haragudj, hogy mondod? A világos. Bárki volt, adjatok neki valamit, bár egy bögrét, pólót, bár. Ajándékot neki. Volt benne lendület. Mindjárt intézem, főnök. Honnan jöttél? Honnan jöttél? Hello. Honnan jöttél? Debrecenből. Van kraft benned azért. Igen. Igen. Van egy nagyon komoly elfolytás. Igen, jöjjön ki, aminek ki kell jönnie. Nincs azzal baj. Nézzenek, van, aki meg 2 gyerekkel ott hátul a karján, milyen hősies apaként tartja a 2 gyereket. És mind a 2 az övé? Hát, illetve. Ezt nem tudjuk, de minden esetre azért így tartani hosszú távon 2 gyereket, az nagyon. Az nagyon komoly. Hát, nem sok erre, te is megtudod. Hát, ne is mondd. Istenem, előre kell aludnom. Beli már elfut érted, rohansz utána, a másik a karodon. Nincs ennél jobb, gyerekek. Egy előre 2-2,5 éve alvás, az le lehet aludni előre? Van ja, ilyen? Akkor azért dőltél el tegnap 10-kor, ez már oda minden tartozik. Minden lehetőséget megragadok, hogy aludjak, úgyhogy én azért nem nagyon kommunikálok már egy este 10 után senkivel, még a tűzriadóra se kelek fel, csak alszom. Tehát nincs mese. Igen, mert ilyenkor nagyon sokan nyugtatják azzal az embert, hogy figyelj, jó, oké, az elsővel letudtatok mindenért, a második nagyon nyugodt lesz, és ha nem? Ugye? Én mindenkinek ezt mondom, hogy mi a garancia? Egy csomó olyan ismerősöm van, ahol a második sokkal durvább volt, mint az első. Azt mondták, nyugi, már túl vagyunk mindenem, bukik, alszik, fel kell, sír, jön a foga, mindent tudunk. A második annyival durvább volt, mint az első. Na, most arra mit mondasz? És most már oda tudod ültetni mellé a Benit, tudod? Bizony. Majd ő vigyáz rá. És amikor azokat, akik téged nyugtattak ezzel, majd ilyen hajnal 2-3 óra tájban a kapucsengőt tolva felcsöngetsz, akkor azt mondja, Balázs, most tényleg, fia, kivétel erősíti. Ezt a három, megértem, biztos nagyon rossz lehet, megértem, tartsák ki. Jó, gyerekek, és semmi, 2-2,5 éve, és újra minden egy kicsit. Persze. Az jön a harmadik. Nem sok, egy 2-2,5 éve, és újra alszik. Nincs 2-ig terveztük, aztán meg csak jöttek. Igen.
Gyerekek, hát ne, lesz a Benni neki tesója, jó az, nem? Inkább szívjon az ember még két évet, de legyen egy tesó, nem? Persze, megmondom már, nagy a Benni, rábízhatod a gyereket. Elmentünk moziba, vigyázz rá! Öcsédre, vigyázz, 8-kor etes, meg 9 rágyba legyen. Egy mese, 10-kor lámpaoltás, na, itt se vagyunk. Kell az gyerekek. Az egykék azok mind flugosak kicsit. Tényleg? Tényleg, most egy belegondolok, várjál csak, tényleg. Ne, gyerekek, az egykék azok, valami nem stimmel az egykékkel. Én nem tudom. Igen. Az egykék olyan furák. Ez a virág is olyan ketyós. Mindig van valami baja. Ezt akar, azt akar enni, inni, aludni. Nem, tényleg. Sok egyke ismerősöm van, és mindegy kicsit olyan magának való. Olyan kicsit olyan, ez egykék mások. Nem szocializálódott, mi rendesen. Máshogy igen, olyan kis magukban ott elvannak, úgy jönnek, mennek, nem beszélnek, csak úgy vannak. Csak úgy léteznek, csak úgy lézengenek csak bele úgy a világba. Csak úgy csinálnak valamit. Semmi értelmes nem jut az eszükbe, csak ott tizét, mennek jobbról, balról, jobbra, csak ott ülnek, meg ilyenek. Nem is lesz belőlük semmi. Na, nem, jobbra, balra. Én nem értem az egykéket, tényleg. Tényleg annyira furán. Na, mi van a kezedben? Kérlek szépen, kaptunk ajándéksört, és ezt Jánosnak szeretném odaadni. Nagy sörös. Már egyébként a címkére ránéztem. És na, mi? Igen, ezt nézd meg. Ez egy Maiden sör. Ez egy Maiden. Iron Maiden sör. Ez egy... Az komoly. Iron Maiden franchise, csak mondom egyébként, hogy ez létező. Ez persze, hát ez nagyon-nagyon rendben van, és ráadásul nemrégiben olvastam egy összesítést, egy ilyen kis tesztet az ilyen zenekarok által árosított sörök közül, és ez a Trooper végzett az első helyen. Tehát, hogy ez egy kifejezetten jó minőségű sör, hát a britek ne értenének hozzá, ugye? Maidenes volt a kóstoló bizottság. Nem viszont. Tudom ki adta, de nagyon szépen köszönöm. De ne idd meg. Hogy innám már polcra, meg? Tudod, a üres kólás doboz mellé. Igen, életem egyik legnagyobb találkozása volt, többféle szempontból is, Steve Harris-el egy pár évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy végre olyannal találkozok, aki ugyanolyan magas, mint én. És ráadásul világsztár. Nagyon szépen köszönöm. Ki küldte, tegye fel a kezét. 8-an jelentkeznek azon a mindenki egy ajándékcsomagért. De ennyire jól megy nekik, vagy ennyire rosszul megy, hogy már sört kell kiadni? Nem, ez a franchise része, hogy mindent kiadsz, és mindent eladsz ezzel? Minden van benne, mint tudjuk, hogy gyakorlatilag mindent árusítanak, és viszik is egyébként rendesen. Tehát, hogy de van, nekik... Maidenes alsót is lehet például kapni? Alsónadrágot? Szerintem lehet. Lehet. Eddig van a bohóc végén, vagy mi? egyébként igen. Mindent lehet kapni, mindenféle Maidenes cuccot, és de szerintem így van ezzel egyébként a Metallica is, a Guns N' Roses is, mindenféle ilyen dolgokat lehet. Pedig ők azért a jogdíjakból is jobban ellenének, mint Kassa Tibi. Bocs, Tibi, ne fordulj vissza, ne fordulj vissza, gyere. Igen, jó az irány, gyere. Írt egyébként SMS, hogy 9-től itt van a helyszínen, arcoskodik, dedikál. Ezt üzente nekünk. Hallottátok a legújabb taxis átverést, hogy mit csinálnak? Azért erről beszéljünk, két mondat a gyerekek, ez megdöbbentő. Kitalálta néhány taxis, és állítólag nagyon megy, hogy lehet átverni a külföldi utasokat, és rájöttek, hogy az indonéz rúpia, ezt egyébként a Hír 24 derítette fel, döbbenet, az indonéz rúpia hasonló címletekben nyomtat pénzt, tehát 2000, 1000, 5000, 10000, mint a magyar forint, és indonéz rúpiában adnak vissza, mintha tényleg a legsötétebb Balkánban lennénk a 80-as vagy 90-es évek elején. Indonéz rúpiában adnak vissza a turistáknak. És nekik fogalmuk nincs egyébként, hogy ők mit kapnak vissza. És hát elképesztő, mert egy forint nagyjából 50 rúpiát ér. Vagyis ha te visszakapsz 10 000 indonéz rúpiát, az azt jelenti, hogy kb. 200 forintot kaptál vissza. És elviszik őket hihetetlen fuvarra, ide-oda, majd utána indonéz rúpiában adnak vissza. Jó, hogy azért ezt így nem gondolnád, nem? Hogy már tudtuk a taxisokról, hogy nem mindig, nem annak tisztességesek, és azért nem kell őket azt hiszem egy kalap alá venni, de hogy azért ez a legsötétebb 80-as évek, 90-es évek eleje. Fizetsz 2004 a taxi, azt mondja, hogy 2007-ből kérek, a 10 000-esből te visszaadsz, akkor 7300 rúpiát. Mondjuk 7300 rúpiát adsz vissza, és kiderült, hogy visszaadtál mondjuk nem tudom, 150 forintot egyébként. Ne arra, hogy nem vagyok nagyon otthon a témában, úgyhogy rákerestem, hogy hogy néz ki az indonéz rúpia. Hát aki Magyarországra érkezik külföldről, és mondjuk így benyalja az indonéz rúpiát, annak én azt gondolom, hogy túl sok fogalma nincsen, ami kultúra.
Citibankról. Az indulási rúpiából azt mondja, hogy 2-4-6-7-ből mondjuk 5-ön látszik olyan alak, akinek nagyon fura fejfedője van. Tehát van egy ilyen kis burnusz, van egy ilyen kis koronusz, ez egyik kedves úriember konkrétan egy ilyen bozotvágó késsel a kezében látható, tehát hogy melyik lehet Attila, melyik, igen. Na jó, de várjál, miért te minden országban, mindenhol egyébként ismered a pénzt és megnézed, én sok helyen járok, vagy jártam, én nem nézem meg a visszajárót és hasonlítom össze, hogy most az a turbános ember, az egyébként ott most valamelyik nagy magyar felmenők, vagy éppen magyar politikus, hát. vagy bár, ezt megfogod, megnézed, 2000 nagyjából kiszámolod, most ott van például, nézd meg a 20 000-es indonéz rupiát, azon egy öltönyös fószer mosolyog, hát most azt nem mondod meg, hogy az tulajdonképpen az kicsoda. Kövér jó. László csak megborotválkozom. Jó, a turbános 2000-es az kicsit fura, de most visszakapsz egy ilyet, egy olyat, nem nézed meg, hogy erre hogy jönnek rá a taxisok egyébként. És azt is ki tud magyarázni a turbános cuccot, érted? Hát aha. A törökök meddig itt voltak? Na? Aha. Egyébként igen. Meg, aki kicsit is ismeri a történelmünket, hát azért erre gondolhat. A Hír 24 riporterét így verték át, és spanyol turistának adta ki magát egyébként, és így forgatott taxiban. Uh-huh. És kiderült, hogy az András út és az András út környékén dolgoznak ezek a taxisok, valamint egyébként megkérdezték a turistákat is, akik nem tudták megmondani a taxis társaságokat, de találtak egy csomót, aki szintén indonéz rupiát kapott vissza. Azért ez mindennek az én csak, alja. Én nem? Csak szótagolva tudok olvasni idegen nyelveken, de az, hogy ha kiolvasnám azt, hogy Bank Indonesia, akkor ott meg, már Jani. Egy picit azért már gyanút fognék. De nem nézem nem meg. Nem nézem meg? Leszállsz a repülőtéren, beülsz egy taxiba, utaztál már mitén hány órát, álltál a reptéren, cseszekedtél a becsekkolás mindennel. Jó, én fényt kapok mondjuk mindig az ország határon kívül, tehát hogy lehet, hogy egy évet tekintetlen néznek is bármit elfogadni. Bármit neked elfogad. A két kecskét adnak vissza egy spanyol szupermarketbe, azt se tartott furcsának. Két tyúkkal is egy kecskével szállik ki a taxi. Érted, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy végre itt vagyok a hotelben. Hát a franc nézi meg a pénzt, köszi, és már gyűrted is zsebre. Ennyi. Számomra mindig az is megdöbbentő, pár évvel ezelőtt volt, tudjátok, ez az átverős bankjegy, 54 000 forintos bankjeggyel fizetett, és elhozott, mit tudom, ilyen 3 kecskét, 4 sertést, 3 ürüt, 4 bakot, meg 8, nem tudom mit, és odaadott a néninek 54 000 forintot egyben. És néki fogta az 54 000 forintot, és aranyom, te ilyet családtam még, elrakta az 54 000 forintot fénymásolóval, csináltak, arra emlékeztek? Tehát az emberi hiszékenységnek egyszerűen nincs határa, és a 20 000-est forintos címletet alakította át az 54 000-es. Megcsinált a fénymásról, és a néni azt mondta, hogy aranyom, hát 54 000 az állat. Elhozott 3 tényleg ürült, 2 papagájt, 3 bizé, nem tudom, makréla kígyót meg. Makréla kígyó is volt. Meg a szabobakter ünneplőjét. Igen, 4 aranysügeret, és kifizette az 54 000 forintot egy darab bankjegyel, és a néni azt mondta, hogy hát rendben van. Lehet, hogy az állatok összértéke csak 51 000 volt, és ezért örült nagyon a néni, hogy 54-et kaptam. Ahhoz nagyon naivnak kell lenni, hogy ne kezdje a gyanakodni, mikor valaki egy darab bankóval kifizeti neked az 54 000 forintot, nem? Tehát azért az már nem elvárható dolog, hogy az ember tudja, hogy mekkora a legnagyobb címletű bankjegy, mondjuk a saját hazájában. De külföldiként, szóval ez annyira felháborító és annyira balkán, nem? Ide jutunk vissza, hát pont amikor már egyen taxival, azonos órával mennek, valamit azonos kilométer díjval, ide megyünk vissza a sötét középkorba, hogy indonéz rúpiával fizetnek a turistáknak. Hát tökre szeretik ezt az országot, jönnek, jó a hírünk, azt mondják, hogy jó itt lenni, szeretik Budapestet, de megint a taxisok. És nem? Most képzeld el a... Tisztelet a kivételnek, nyilván vannak normális azt taxisok. Azt a meglepetés, mikor ő a visszakapott pénzzel egyébként fizetne valahol. Hát kis képzeld el, igen. 20 000-es. Tessék. Tisztelet a kivételnek, a vietnámi donggal verik át az ja, ők a ritka kivételek, igen, mert az legalább 100 forintot ér. Igen, és gondolod, utána bemész egy étterembe, mondjuk rendez, mint tudom, 8 000 forintért megvacsoráztat, és odaadod a pincének a 20 000 rúpiát, ő még meg is akar verni, mert igen, utána rólad gondolják azt, hogy majd te akarod egyébként a magyar pincért átverni, és szépen ott a bazilika amik hülyére is vernek. Azért, mert neked egy taxis egyébként indonéz rúpiával fizetett. Azt nem tudom, hogy ki az első mindig ilyenkor. Jön egy taxis, ül ott a nyugatinál az óra alatt, és nézegeti a pénzeket, és te Józsi, jelenjöttem valamire. Ez hát az indonéz rúpia, hallod? Vagy ez így szájról szájra eltered, vagy ezt ők itt kitalálják? Vagy ezt ki jön erre rá, hogy indonéz rúpia hasonló címlet? De azért hát, ehhez tanulmányozni kell a pénzeket. Fia, az aposom numeritikus, és ő mondta, hogy érted, valaki volt, aki pénzt gyűjt, vagy bankjegyeket gyűjt, vagy ilyesmi. Vagy volt indonéziában. Vagy volt esetleg indonéz utasuk korában, akiből csak ilyet tudta kiverni. Totál nonsens. És beülök a taxiba, mindig fogom figyelni. Mondjuk, aki minket próbál. Az igen. Azért ott nagyon. Ez a turbános, igen. Az egy kicsit furán el. Hármuk közül ki a leghülyebb. Itt a Jani, na. Próbáljunk elnyomják egy pár indonéz rúpiát. Itt van egy 1000-es, egy 5 000-es, egy 20 000-es. Fogalmad nincs, nem nézed meg. Nem, kérek borravalót, János. Tegye. Ha, igen, tegye csak elért.
Tudod, de mennyi pénzt keresel, nem? Mennyi marad a zsebedben, ha úgy adsz vissza 20 000-ből, meg 10 000-ből, pikpak azért itt 100 000-eket szedsz össze. Hát akkor az egész 10 000 gyakorlatilag nálad marad. Akkor minden, igen. Minden a tiéd, igen. Kártyával is fizethetsz, mondjuk úgy valószínűleg nem indonézi rupiában. Igen, én már nagyon gyanútlanul ülök a taxiban, mert azt gondolom, hogy most már olyan azért nagyon nagy átvágások nincsenek. Bár még mindig azt hallja az ember, hogy azért az órákat meg lehet buherálni, még azért tudnak ilyen vagy olyan úton menni, tehát csalásra mindig van lehetőség. De mióta ez egy egyenáras taxival, azóta szerintem kicsit jobb a helyzet. Drágább, de jobb a helyzet, nem? Hát én a percdíjat nem értem, azt te érted, hogy áll össze a tarifa, van egy kiállási díj, van a percdíj. A várakozásra gondolsz? Nem, amikor mész, akkor számol percdíjat plusz a kilométer. Ez még sosem percdíj plusz kilométer? Oda fő van írva a taxira. Most, hogy jöttünk haza a szigetről, akkor ki van írva egy ilyen tarifatáblázat, igen. És akkor az, hogy a kiállás 200, valami nem az tudom pontosan. Az alapdíj. Alapdíj. Igen? Na, utána a 70 forint percdíj. Azt szerintem a várakozás. Nem, amikor mész, akkor is meg a kilométer. Ez nem lehet, hogy kilométer plusz percdíjat számol. Szerintem simán. Szerintem azt tudod, hogy amikor megáll valahol, igen, és mondjuk azt mondod, hogy öcsi, gyere már le, mert itt állunk a taxival, akkor ketyeg úgy. Akkor ketyeg neked a várakozás. Ez fura lenne, hát most gondolod, de percdíjat fizetsz plusz kilométer. Igen. Tehát a pirosban állsz, mondjuk hát, állsz egy akkor dugóban. Nem keres, amikor dugóban áll. Lehet, aha. És akkor szerintem ketyeg a percdíj. Az mondjuk jó nagy szemétség. És még rúpiában is kapsz vissza. Igen. Hát inkább megyek pókjárásban. Egyébként tényleg. Na jó, mindenki figyeljem, jó? Gyerekek, az indonéz rúpiára nagyon figyeljetek. Megvan a játékosunk? Itt van? Mindenféleképp. Igen, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Hello, az első taxis az volt, akit ezzel vert, tehát egy utas. De szép SMS, igen, Pipa küldte nekünk. Hello, jó reggel! Szia! Hello, hogy hívnak? Szia, Atis. Atis! Atis, honnan jöttél hozzánk? Püspökladányból. Püspökladány. Jó hely? Nem, én utálok ott látni. Hát mit mondaná, ugye? Nem, hogy ezt el is mondhatjuk, igen. Igen, jó hely. Mivel foglalkozom, mit csinálsz egyébként? Telekommunikáció. Telefonos, tudsz neki olcsóbb előfizetést? Telefon, internet, kábel, tényleg. Nagyon jó, hát mutass már valami olcsó csomagot, de én most általában 400 forint per perces 1997-ben megvásárolt csomagdíjban vagyok. Ennek nagyon, nagyon örül a szolgáltató. Ezeket szereled, vagy ezeket telepíted egyébként? Igen, egyéni vállalkozóként csinálom. Aha, és akkor antennák, kábeltévék, stb. Igen, kábeltévé, internet, telefon. Nagyon jó. Mindig szükség van egy ilyen emberre. Pesten nem jársz? Hát nem, ritkábban, nem, ugye? Ritkábban, igen. Igen, pedig egy ilyen ember az nagyon jó. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj, ezt fogod hallani, van rajtad füles. Aha. Igen. Mit csinálna? Valami zúgás, valami vihar. Odaért a monszun a Tatooine-ra. Tehát tényleg, Zsül, az egyetlen olyan kitelepülésünk, ahol napsütés van, és te beteszed ezt az effektet. Hát lehetsz ennyire negatív. Emlékezzünk a Lellei és a Füredi klassznyára, hogy konkrétan elmosott az eső. Jól van, figyelj, hát ennyit arról, hogy mit csinálnak, nem tudjuk. Uh-huh. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Aha. Megint meg is van. Hát ez... Lehet-e még egyszer? Hogyne, figyelj, mutatjuk még egyszer. Aha. Most egy kicsit tovább mentünk, ami még nem a hosszabb részlet volt, tehát a bögre még marad, de ebből szerintem már itt tudható. Nézd az arcokat magad előtt. Igen. Oda nézz. Na most látod, nézd, senki nem tudja. Nézd ezt a tanástalanságot. Valaki tegye fel a kezét, várj. Tényleg? Komolyan? Hárman tudták itt 200-ból, nem rossz arány egyébként. A csapat egyik tagját, amikor én annak idején megláttam egy lemezborítón, akkor azt hittem, hogy ő egy nagyon kemény rocker csávó, mert hogy a Rob Halford is körülbelül a Judas Priestből ilyen cuccokba öltözkedett, aztán kiderült, hogy egy teljesen más ligában focizik, mint amiben én szeretnék. Igen, más kapura lő. Igen, szűkebb kapura lő, mint kis pályán. Na, semmi? Magyar vagy külföldi? Szerintem, én annak ellenére mondom, hogy nem is. Hát, igen, van egy magyarítás, ami rettenetesen magyar. Népszerű. Ja, tényleg, de utálom. Miért nem lepődök meg ezzel? Nincs tippem. Jó, figyelj, kivettük a bögrét, jó? Hát attól elbúcsúzol, de nem baj, mutatunk egy hosszabb részletet. Na hát ebből most már... Most már érted. Így sincs? Nincs. Tényleg? Tényleg nincs. Hogy csináljunk vele? Elmutogassam a címét, vagy mi?
Ki emlék, ki az, aki el tudja? Egy, két... Lehet, hogy valamilyen ilyen hülye, akkor az. Ott van, nézd csak. Még aha. Egyszer. A csináld, csináld. Nézd és tudja. Az az, és tudja. Gyanús vagy. Így se ismered? Nem. Mi volt? Ez a videoklipben volt ez a koreográfia? Vagy ez, miért lett ez ennek a dalnak a koreográfia? Így táncoltak a klipben? Vagy ez szerintem ez a magyarítás, a magyarításhoz kapcsolódik, ugye? Ez az eredetiben. Ez az eredeti koreográfia. Tudom, nem, a magát a csapat, igen, de nem néztem az elfolytásai miatt, tudod, hogy nehogy előtörjön. Egy felszínre törjön, jó. Mutatunk még hosszabb részletet, jó? Figyelj. Jó, csak lett volna egy tippem, de lehet ilyeség. IMCA. Jó. Most. Hello, sziasztok, a nyár legforróbb slágerével köszönt benneteket itt a Morning Show. A magyar is, Igen. Jól van, hát egy fél-fél ajándékcsomag, nem? Nem szoktuk kivenni a bőgőjét, kitelepülés van. Ja, tényleg kitelepülés van, jó, ne legyünk. Köszönöm szépen. Ne legyünk túl szigorúan. És a füles is, ugye? Ne, azt nem ilyetem, megölnek érte bennünket. Nagyon szépen köszönjük, szia. Köszi a játékot, ciao, hello. Tényleg ez jó kis a YMCA. Village people. Figyelj, nekem rettenetesen bejöttek annak idején. Tehát, hát hogy így, amikor megláttam, igen, aztán rájöttem, hogy kb. Ugyanaz, mint a, nem tudom, mint a Frankie Gusto Hollywood. Igen. De ők egy paródia, vagy ők tényleg? Nem, ők ezt tényleg így nyomták. Igen? Igen, aha. Az volt a terve, a producerek terve, hogy mindenféle olyan karakter beletesznek, aki izgalmat kelthet az emberekben. Aha. Így volt a melegrendőr karakter, meg a meleg indián karakter, meg a meleg melós karakter, igen. Meg a meleg motoros karakter, és ott volt még valaki, aki szintén nagyon meleg volt, igen. Erőgépeket működtetett. 3 perccel pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Micsoda hangerő, micsoda kiabálás. 8:09, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó. Ők azok. Milyen karmester, mi? Ők azok. Hogy vezénye, hogy intézi, hogy hozza, hogy húzza a tömeget, elképesztő. Itt vagyunk Debrecenben méghozzá a Kossuth téren, gyerekek, nem, hogy felhő nincs az égen, semmi nincs az égen. Semmi. Tehát az ég sincs az égen, annyira durván kék. Nagyon az ég. Jó kedvűek, hogy még azt sem tudja, igen, elvenni a jó kedvüket, hogy közvetlenül a konténer stúdiónk mögött van egy csatorna nyílás, és most már azért érződik, hogy beindult a reggel sok helyen. Hogy működnek a különböző kis belső elválasztású mirigyek és egyebek, a reggeli kávénak köszönhetően. Felébred Debrecen. Így, érzem az ébredés illatát. Igen, konkrétan itt van. Igen. Beszagoltam ide, beszagoltam a sátorra, mondom, valakinek itt valami nagyon nincs nem rendben. Nem én vagyok, nem a Jani. Ki nem fürdött ma reggel. Igen. Valami nagyon nincs rendben, de akkor ez a csatorna. Bizony. Aha. Elindultam egy meleg szendvicsért a sátorba, de visszafordultam félúton. Nem vagyok éhes. Igen. Viszont nagyon szép idő van, egész nap szép idő lesz, úgyhogy lehet jönni. Itt vagyunk a Kossuth téren, koncertek, műsorok, kívánságműsor, Piros, Csabi és Kassza TV, Vastag Csabi, Napoleon Boulevard, Ergo, Hooligans, Jézus, Atya úristen. Csak a legnagyobb. Nagyon durva. És az éterben az előbb egy oszián szólt. Az újabbkori oszián. Még engem is meglepett. Igen. Azért tettük be. Mindig jön ez a Balázs részéről elsősorban egyébként, és én szerintem egyébként ezt is meg kell becsülni, hogy acélszív, meg sörívó vagyok, de hát azért utána is történt egy-két dolog a zenekar házatáján. Hát most bebizonyítottuk, hogy történt, igen. Mi ez a király muzsika robbant be a stúdióba, Balázs? Pont ezeket a szavakat használtam. Igen. Megszóltad? Nem is tudom, mit mondtam. Nem tetszett. Nem hallottam, olyan tompán szólt a sátorban, és nem tudtam, hogy mi ez. Nehéz lenne rajta fogást találni, valljuk be őszintén. Hát én azért akkor is azt szeretem. A célcím újra dobog már. De jó volt az. Igen. Kevés az Ossi János itt előttünk, úgy látom. Nem baj, most megismertettük egy országra. Gyerekek, kereskedelmi rádió Oszcián úgyis nagyon ritkán van. Őket tényleg most az, hogy fölébresztették. Biztos vagyok benne, hogy csörgött az Endre telefonját. Kelj fel, kapcsold be a rádiót. Melyik rádió? És aztán, hogy nem fogod elhinni, a Klassz FM-en ti szóltok. Igen, ez egy ritka pillanat. Na, gyerekek, 9 órakor még nem, de 10 órakor már itt a színpadom, de egyébként belehúzunk. Olyannyira, hogy... De 9-kor is belehúzunk. 9-kor is belehúzunk. Hát ha Vézolika idejér, az ő érkezése opcionális, azért azt tegyük zárójelbe. Valahol van. Így van. Hogy jön, vagy nem jön, vagy mint mikor... Egy meteor csapás úgy érkezik majd ide a Kossuth térre. Igen. Ki az, aki örülne, ha megjönne Vézolika? Vézolika Balaton. Nézd meg! Néhány perverz jelentkezett. Sokan egyébként nem.
Itt van. Itt van a közelben. Itt van. Hihetetlen. Mondjuk éreztem valami rezgést az erőben, mintha milliók sikoltottak volna fel egyszer, aztán elhallgattak. Itt van az ünnepi hajával. Keresem azt a gyönyörű hajat. Keresem. De ez most melyik a haja? A baterás vagy a jófogásos haja? Most melyiket vettem? Most melyiket vettem? Figyelj, most a koncerthaj van rajta? 3-4 fajta haja van, azért kérdezem, hogy ez most melyik? Egy vérig menő liciten szerezte a teszvesze. Jó, gyerekek, állítólag megérkezett, úgyhogy 9 órakor itt lesz. És hát színpadra lép. Nagy színpad. Napkeltével érkezett. Péter, gyerekek, arra a színpadra ne engedjük föl, mert hát akkor a színpadon még soha nem téved. Hát talál. Nem, hát ugye hogy volt? Hol volt? Füreden volt, és az üvegstúdióban. Ennek szakadt az eső. Ennek az volt az oka, hogy szakadt az eső. Lökjük föl a nagy színpadra? Persze. Hát hadd járja be a nagy színpadot? Jó. Bizony. Feri, behajtanád ezt az a... Hát az a baj, akkor megdöglünk. Igen, akkor a megdöglünk, de most, hogy mitől dögöljünk meg, akkor hagyj válaszuk már inkább a meleget. Igen, még tényleg van. Fölébred Debrecen, fogalmazzuk ki. Így van, jó reggelt mindenkinek. Igen. Kossuth tér, Klassz FM, kitelepülés, a nyár utolsó kitelepülése. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. M3-as kivezetőn a 12-es környékén mérnek a 100-as táblánál, király volt az Oszcián. Balázs, a jobbkormányos kocsit akarsz kipróbálni, itt vagyok kint az ajtó előtt. Üdv, Jani, köszi Jani. Nem, most nem szeretnék jobbkormányos kocsit kipróbálni. Régi álmod, de nem most. Igen, sokat beszélek róla, hogy milyen jó lenne, de most nem. De drága vagy, hogy jöttél, maradjál. Még sokáig. Köszönjük szépen. M6-os 41-es kilométerénél szintén fotóznak, mint minden reggel elbújva. M0-áson a régi 6-os út lehajtója után Szeged felé van egy baleset. Ezt Ede küldte nekünk, valamint az M1-es 96-os kilométerénél egy kamion a kukorica földön parkol, a mentés még nem kezdődött meg, ezt Cipócska küldte nekünk. Szigetszer Miklós felé a belső sávban 2 karambolos autó miatt torlódás van a nulláson, méghozzá a 14-es kilométernél üzente nekünk Panka, és Szeged M5-ös 44-es kilométernél mérnek jó utat és szép napot mindenkinek. Köszönjük szépen! Meleged van picit? Igen, meg többen jelezték, hogy szeretnék tudni, hogy néz ki Vész Zolika haj nélkül. Ez a lekeverés elég brutális volt, olyan volt, mintha Jani engedély nélkül nyomta volna be a zenét, a Bali meg elkapta volna, és erővel lehúzta volna a hangját, és hallotta, elég keményen rákeverte a szignált, igen. Na, gyerekek, nagy dolgok történnek a világban, én nem tudom, ti mennyire figyelitek, szerintem kevésbé, de engem nagyon érdekel ez a 300... Így van, minket nem érdekel a világ. Miért el vagyunk a kis nyomorúságos kispolgári létetek van, az elvergő tök, de hogy azért a van valami. A tej meg a kenyér ára minket csak azért nem. Még az ebola, az, de más nem. Van-e 3 forintos zsömle, vagy nincs? Van valaki, aki azért rajta tartja a szemét a világ történésein. Csokodj meg a lábán. De hát ezért vagyunk jól, mert kiegészítjük egymást. Tehát ti ott a mocsára ajár, én pedig. Ó, köszönjük, hogy fölemelsz és utat mutatsz nekünk, gyarló állatokra. Én pedig azért figyelem és vigyázó szememet mindig kivetem a világ dolgaira, és rápillantok. Mi még a törzsfejlődésnek nagyon alacsony szintjén vagyunk, Ferének tollas a háta, nekem meg hatalmas farkam van, azzal egyensúlyozom. Még olvasni sem tudok. Nyugi, itt vagyok, figyelek itt gyerekek. A kis dínok figyelnek rád. Ugye van ez az orosz humanitárius konvoj, ami egy nagyon érdekes dolog, és több innen nem értek, de hát mindjárt a mi biztonságpolitikai szakértőnk egy kicsit rendet tesz az én zavarodott kis fejecskémben. A szakértő. Nem is akárki. A szakértő. Zárójel. De hogy a fenébe van ez? Mondjátok meg nekem most néhány laikus kérdés. Ugye az oroszok elindították ukrán területre ezt a kis konvojt, ami sok-sok száz fehér kamionból áll, és azzal a jelszóval indították el ezeket a kamionokat, hogy ők segítenek. Ugye? Így egy van. Humanitárius konvoj. Milyen rendesek az oroszok? Fogytán a lőszer. Miközben egyébként teljesen egyértelmű, hogy ugye hát ott ezeket az orosz barát szeparatistákat, ott Donyeck és Donyeck környékén, teljesen egyértelmű, közben az oroszok pénzelik azért, hogy ők ott azért keltsék a zavart, és hát szegény ukránokat meglehetősen sokszor lőjék, hogy finoman fogalmazzak. Közben a Putyin azt mondja, hogy küldjünk neki konvojt, ezt az ukránok nem akarják beengedni, mert félnek attól, hogy a trójai faló zajlik most éppen. Ugye a nemzetközi közvélemény szeme láttára beengedik ezt a sok száz kamiont, aztán ezekből a kamionokból vagy fegyveresek ugrálnak ki, vagy éppen a donyeckiek lepakolnak majd sok-sok fegyvert. A konvoj áll most valahol az ukrán-orosz határon. Az oroszok könyörögnek, hogy engedjék be, az ukránok nem engedik be. A Vöröskereszt mindegyiket átvizsgálja. Értitek, hogy tulajdonképpen mi történik? Küldenél egy olyan helyre humanitárius konvojt, akikkel egyébként egy nyilvánvalóan pénzeled őket azért, hogy ott zavart keltsenek? Mit csinál a Putyin? Nem értem. De a dolog nagyon érdekes. Igen, nem azoknak küldi, aki
kettő pénzzel, nem, hanem pont az ukránoknak. Oldalt. Igen, hát na de az ukránoknak azért van szükségük segítségre, mert az orosz barát erők ott pedig keltik a feszültséget. Szinte mert nagyon fura. Szimpla altatás, tuti. Igen? Hát persze, most eljátszod a nagy testért, aki azért segít, amivel azt akarod bizonyítani, hogy nem te pénzeled egyébként azokat, akik ott meghalomra lövik a polgártársakat. Hát, igen, alapvetően ők nem a szeparatistáknak küldik, tehát nem is a harcolóknak küldik, hanem azoknak, annak a civil lakosságnak, akik Donyeckben sajnos az események miatt nélkülöznek. Tehát, hogy ez a hivatalos magyarázat. Igen, és nem annyira az ukránok is félnek, hogy... nem engedik be. Ott áll csütörtök óta valami, nem tudom, valamelyik határon, vagy valahol egy bázison, és nem engedik be a kamionokat. Alapvetően ők sem attól rettegnek, hogy a kamionokon fegyverek vannak, vagy pedig hadianyagot szállítanak, hanem azoktól a csapatoktól tartanak, akik úgymond biztonsági szempontok miatt kísérik ezeket a kamionokat. Uh-huh. De létezik az, hogy ezt a Putyin megcsinálja, hogy bevisz úgy egyébként egy konvojt, hogy közben a bekísérők meg fegyverrel látják el. Figyelj, a Putyin egy medvét is megcsinálna. Mondjuk ez is igaz. Érdekes ez a dolog, nem? Hogy itt mi zajlik. És itt van közben ez a maláj gép, hogy ezt is úgy mintha úgy olyan feledésbe merült volna. Tehát, hogy mindenki tagad, azóta sincs egyértelmű bizonyíték. Ugye azt mondják persze, hogy a szeparatisták lőttek, kimutatható, hogy melyik területről, honnan. De hogy ez is úgy azért úgy szépen elsikkadt. Hát nem? Például a gép a roncsok átvizsgálását se tudták befejezni, mert igen. Ezek a fiúk miután szóltak neki, hogy srácok, akkor itt lezuhant a gép, itt most ne. Tehát mindenki arra megy 50 kilométer, ott lehet lőni, mert most ezt megnéznénk, másnap mi volt, mára a gép roncsai között ezek bújócskáztak. De igen, komolyan, és közben mit hallasz, vagy mit látsz, hogy azért a nemzetközi közvélemény, politikusok, országok vezetői, amerikaiak, a németek azért vagy titkos paktumot kötnek közben a Putyinnal, vagy nagyon nem erőltetik azért, hogy mégis álljon elő valaki, és mondja el tényleg őszintén, hogy kilőtte le ezt a gépet. Tehát az is úgy szépen, hogy jó, hát lelőtték, de hát itt egyéb gazdasági érdekek azért vannak, ezek erősebbek, nem olyan fontos már, hogy kilőtte le azt a gépet. Inkább bizniszeljünk titokban. Ugye hát volt a Merkelnek állítólagosan a titkos kis putyinos megállapodása, hogy azért ők azért a titokban bizniszelnének közben. Hát srácok, most megcsinálták az embargót, ugye a világ összes országát lezárták, vagy hát az ő határaikat lezárták. Igen. Embargós terület lesz, azzal is egy kicsit nyilván elütjük a hangsúlyt a lezuhant gépről, tehát mindig van valami jó kis trükk. Igen. Na, gyerekek, hát itt van az az ember, akinek... Hogy? Biztonságpolitikai szakértő, az az ember, akitől nem tudsz olyat kérdezni, amire ne tudna válaszolni, vagy zárójelben, vagy anélkül. Nógrádi György, jó reggelt kívánunk! Hello! Szevasztok! Hallgattam az elmúlt 3 percet, eddig 3/4. Na, nem rossz, mert az előző beszélgetésünknél azt hiszem 1-est kaptunk. Igen. Tadár úr, 3/4 rálunk? Nagyon jó, köszönjük. Igen, rengeteget javítottatok. Na, mi volt, ami nem úgy van, vagy esetleg tudnánk egy 4-es alára hozni? Oké, amit elmondtatok, az teljesen logikus. Néhány dolog. Egy, a Merkel amit csinált, azt Európa nevébe csinálta. Tehát a legfontosabb német gazdasági lapban, Handelsblattban megjelent egy cikk, ahol azt mondta, azt írta, hogy az USA utolsó sikeres katonai akciója 1944 volt a nyugat-európai partra szállás. Na most ez így szerintem túlzás, de tény az, és ezt kihangsúlyozta most a luxemburgi külügyminiszter, hogy az USA-orosz ellentét célja az, hogy az Európai Uniót lenyomják. Nyugat-Európa tele van olyan hírekkel, hogy a most készülő Európa-Amerika gazdasági együttműködés lényege az, hogy az Egyesült Államok el tudja a termékeit Európába adni. Ettől kezdve ténylegesen kevésbé vizsgálják, hogy kilőtte le a maláj gépet, zárójel. Lehetetlen kimutatni, miután egymástól néhány kilométerre voltak a megfelelő orosz, ukrán és szeparatista rakéták. Következő. Ti mondtátok azt, hogy a határnál állomásoznak ezek csak nem 300 orosz teherautó. Igen. Ezekből néhányat akarnak beengedni, valamennyit átvizsgálták. A Putyinnak nem kell erre katonákat küldeni, mert a határt a szeparatisták ellenőrzik. Tehát akkor mennek be az oroszok, amikor akarnak. És zárójelbe jegyzem meg, hogy a NATO most leköszönő főtitkára Rasmussen, aki egy nagyon tehetséges politikus volt, dán, az utolsó hónapokban kizárólag az oroszokat szidja, és állandóan azt mondja, hogy orosz támadást vár Ukrajna felé. A mai ukrán vezetés pedig azt mondja, hogy védelmi szerződést akar kötni az USA-val, máshogy fogalmazva szeretné az amerikaiakat a háborúba berángatni, az amerikaiak ebben nem partnerek. És a Merkel az, aki végig tárgyal, hogy valamilyen megoldás szülessék. Én megint fölkeltem 2 órával előbb, hogy nézzem, hogy mi történt este is éjjel. Volt egy 4 oldalú találkozó Berlinben az orosz-ukrán francia-német külügyminiszter között. Nincs megállapodást. Az ukránok abból indulnak, hogy a nyugat mögöttük áll. Európa nem áll mögöttük.
de van egy tény. Az Európai Unió 28 állama ebben a kérdésben is rengeteg fajta álláspontot képvisel, és nektek van igazatok, rohanunk a válságba. Tehát magyarul átvizsgálta a Vörös Kereszt ezt a 286 orosz kamiont, nincs benne fegyver, nincs benne katona, de nem is kell, mert Putyin amit akar megcsinálja, még egy. Ez az ukrán hadsereg naponta adja meg magát a felkelőknek, vagy megy át orosz területre és leteszi a fegyvert. Tehát Ukrajna tragédiája az, hogy van egy nagyon nagy szájú vezetése, és nem akarok túlvább jelzőket mondani, és nincs hadserege. Tehát nincs mögöttük katonai erő. Mit kért Ukrajna most tőlünk? Hogy adjunk fegyvert, majd egyszer kifizetik. Egy, soha nem fizetik ki. Kettő, ha adunk fegyvert, akkor azt az oroszok pillanatok alatt elveszik, ha akarják, mert nem ütőképes ez az ukrán hadsereg. Négyes alá tiltott. De akkor miért nem engedik be őket? Tehát akkor miért nem mehetnek? Mert abból indulnak ki, hogy ez a rendkívül nagy mennyiség áru. Gyakorlatilag kamiononként van 8-9 tonnányi áru. Ezt ne a szeparatisták osszák szét, és ne csak az ott élőknek, hanem a Vörös Kereszt ossza szét a rászorulóknak. Az orosz vezetés pedig abból indul ki, hogy ő nem Ukrajnát akarja támogatni, hanem azt a néhány területet, Donyeszket, Luganszkot, ahol tényleg hetek óta nincs víz, nincs élelmiszer, nincs gyógyszer, és a többi terület őket nem érdekli. Az ukrán válasz az volt, hogy oké, ők küldenek Kijevből egy ukrán segélykonvoj, de mit az Isten, ez a segélykonvoj nem érkezett meg. A te véleményed szerint Ukrajna a nyugat hadhatós, tehát értsd, katonai, gazdasági segítsége nélkül kijöhet jól ebből a konfliktusból? Az óriási Ukrajna gazdasági potenciállal rendelkezik az Oroszországban? Napról napra nő az államadóság. Amikor utoljára beszéltünk, a GDP 5%-kal esett, most már 6%-kal esett az előző évhez, ami szintén katasztrófa volt. Tehát Ukrajnának tudomásul kellene vennie, hogy jó kapcsolatokat alakít ki az Európai Unióval, az USA-val és Oroszországgal, és nem az egyik fél oldalára áll a másikkal szembe. Ukrajna mindig Oroszország szomszédja lesz, és úgy néz ki, hogy ezt a mai ukrán vezetés nem hajlandó tudomásul venni. Zárójel. Bármennyi pénzt az oda, és ezt az amerikaiak is kihangsúlyozták, azt ellopják. Tehát te küldhetsz gazdasági segélyt, küldhetsz bármit, azt az ukrán vezetés ellopja. Mindegy, hogy milyen vezetés van, amióta Ukrajna független, a világ egyik legkorruptabb állama, zárójel, mielőtt független lett, azelőtt is hasonló volt a korrupció. És mi lesz, ha jön a tél? Tehát akkor milyen elzárások lesznek, hogy mi lesz az Unióval, mi lesz Ukrajnával, mi lesz a Gáza? Hát az is egy nagy játék lesz ott, nem? Hát erre jön a régi Csarseszkú-féle visz, hogy nyáron 50%-kal nő az életszínvonal, mert télen fázunk és éhezünk, nyáron csak éhezni fogunk. Na most az alapdilemma Ukrajna esetében az, hogy nem tudja kifizetni a gázt. Egyszer-kétszer már megcsinálta, hogy Európában nem engedte át a gázt. Nem véletlen, hogy az oroszok gőzerővel építik az alternatív vezetékeket, hogy elkerüljék Ukrajnát. Na most azért annyit látni kell, hogy Magyarországot ez hál' Isten a legkevésbé érinti, mert gáztározók tömegét építjük és töltjük föl, máshogy fogalmazva ez minket kevésbé érint, de európai jelentős részét igen. És te mondtad, Merkel, én nagyon szeretem őt, 40%-a a gázigénynek Németország esetében Ukrajnából jön. Tehát mindenki, ha szeptemberig nem lesz valami csoda, akkor elkezd alternatív megoldásokba gondolkodni, többek közt Norvégiától szerez be üzemanyagot, Észak-Afrikából, stb., amit mindent meg lehet csinálni, csak ez költségtöbletet fogja. Mi a véleményed arról a vádakról, pletykákról, hogy esetleg Magyarország közvetítőkön keresztül hadianyagot adott el Ukrajnának, konkrétan T-72-es harckocsikról beszélne? Ennek két oldala van. Az Egyesült Államok fölkérte a NATO európai államait, hogy adjuk át a meglévő szovjet orosz haditechnikát, a baltiakat, lengyeleket, románokat, cseheket, szlovákokat, magyarokat, tehát mindenkit fölkért, akinek ilyen fegyverzete volt. A magyar válasz egyértelmű volt, hogy mi ezeket a technikákat javításra, tárolásra, nyírtelepre küldtük, nem adtuk át. Az első fél óra után, amikor az oroszok tiltakoztak, kiderült, hogy ez egy pacsa, ettől kezdve újabb orosz tiltakozás nem ért hozzánk, de adok elvi választ. Arra az amerikai kérésre, hogy mindenki növelje katonai kiadásait a GDP 2%-ára, ez a baltiak esetében 0,6-0,8, tehát ez 2-3%-os növekedés, a baltiak, a lengyelek, a románok igen mondtak, a csehek, a szlovákok és a magyarok nem.
arra az amerikai kérésre, hogy hívjuk ide az amerikai csapatokat, három ország mondott nemet, a csehek, a magyarok és a szlovákok. A szlovákok még hozzátették, hogy boldogok, hogy végre nem állomásozik idegen csapat a területükön, nem kérnek amerikai csapatokat. Egy olyan mondatot lehet valakitől, vagy lehetett valakitől hallani, vagy esetleg tőled lehet hallani, ami a megoldást vetíti előre? Mert ugye mindig csak azt halljuk, hogy ez egy olyan konfliktus, amit nem lehet békésen, olyan konfliktus, amit nem lehet háborúban. Mi a megoldás? Csak egy olyan politikai kompromisszum lenne, aljas leszek német vagy egyéb közvetítéssel, aminek a célja megkeresni azt a legkisebb pontot, ami még elfogadható Oroszország és Ukrajna számára. Én, mint hülye egyetemi tanár Magyarországról azt mondanám, ez a pont, hogy Krím Oroszországé, lehet, hogy ez rengeteg embernek nem tetszik, a Krímből az oroszokat kiverni az eljövendő évtizedekben nem lehet. Kelet-Ukrajna marad ukrán, tehát a Lugansk-Donetsk térsége, de kapjon óriási belső mozgásteret. A megtermelt jövedelem maradjon ott, hiszen ez egy relatíve gazdag terület. Az autonómia szót utálja mindenki, de valami hasonlót kapjon ez a terület, és egy föderatív Ukrajnában maradjon. Ez a megoldás elfogadható lenne a szeparatistáknak, Európának, Moszkvának. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ki mit fog csinálni, de ettől a megoldástól ma még nagyon távol vagyok. De Putyin azzal azért elég keményet lépett, hogy elzárta a csapokat az unió felől, tehát mindenkire rárohad a gyümölcs, a zöldség, senki nem szállíthat Oroszországba, hát ez egy elég nagy csapás ennek, Magyarországnak is egyébként. Igen, csak ennek van egy szépséghibája. Hónapokon át mi hoztuk a szankciókat Oroszországgal szemben, az oroszok ötször elmondták, hogy ha belépünk a harmadik szankciós csomagba, tehát megcsináljuk azt a négy lépcsőt, amiről beszéltünk, a bankok ellen, a hadipar ellen, a high-tech ellen és az olajipar ellen, akkor válasz szankciókat hoznak. Miután mi ezt megtettünk, zárójel, ebből a szankciós csomagból Magyarország még jó jött ki, mert a hadipari együttműködésünk Oroszországgal megmarad, mert ami szerződés korábban aláírtunk, azt nem veszélyezteti, a paksot nem érinti, tehát rengeteg dologban jól jöttünk ki, jött az orosz válasz, hogy valamennyi állam részére, amelyet aláírta, akkor egy évig ő is embargót rendel el. Na most te mondtad Magyarországot, én durvább leszek. A lengyel zöldséggyümölcs 54%-a ment Oroszországba. Hol fogják értékesíteni? A kelet-európai piacokon. A görög narancs, különböző cédrus terméket, döntő többsége oda ment, az olasz tészta oda ment. Tehát a finn külkereskedelem 10%-a. Finnországnak évi 2 milliárd dollárt jelentett az átmenő orosz turizmus. Tehát máshogy fogalmazva, pillanatok alatt négy európai államfő, kormányfő azt mondta, hogy ez az embargó baromság, a Orbán Viktor jó mondta, hogy lából lőttük magunkat, a finnek, a görögök, a szlovákok, a magyarok azt mondták, hogy csináljunk valamit, mert a szankciós politika minket sújt. Az oroszok pillanatok alatt váltottak, és nem figyelt oda a világ. Putyin elment Dél-Amerikába, és megrendezte a zöldséggyümölcsöt. Kínából tömegével jön át az élelmiszer, és néhány európai ország, amelyek nincsenek érintve a szankciókkal, mint például Svájc és Szerbia, pontja az élelmiszert. Én ma reggel megnéztem a szerb illetékes miniszter nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy végre minden termékünket el tudjuk adni. Tehát egy olyan csávába mentünk bele, ami egy kétoldalú csáva. Sújtjuk az oroszokat, de sokkal jobban sújtjuk magunkat. Tegnap nyilatkozott az ember, hogy az összes a szerbeknél az összes zöldség gyümölcs kiment, már ők nem tudnak a sajátot otthon enni, tehát ő megveszi külföldről. Igen, Szerbia. Olcsóban megveszi. Igen, hát a jó oldalát nézzük, nézd a görög narancs, meg a finn vodka nálunk is olcsó. Ha igen. Próbáljuk meg. Csak igen, csak közben mondjuk a... Ez az volt. Ez is van. Ez most rontott az átlagunkon? Ez most az utolsó már majdnem négyesek lettünk, de most megint lementünk egy két harmadat. Négyes fölött álltok. Négyes fölött. Hát nem jó hírek ezek igazából. Mindenesetre érdekes azért rálátni, hogy kinek milyen érdeke mozgatja itt a szálakat. Az ember egy csomó minden nem tud. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Köszönöm. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek. Köszönjük szépen. Szakértőnek. Szakértőnek. Gyerekek, bezártuk az árujelet? Bezártad? Bezártuk. Itt vagy még? Itt vagy? Neki nincs ideje bóckodásra, ő már ment tovább. Ő nem szórakozik, igen. Hát kemény ez a helyzet. 8:30 volt pontosan, 1 perccel 3-as ugrással jövünk. Jó, SMS-ből senki ne jelentkezzen, mert hogy a helyszínről választunk játékost, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 7 perc múlva, hello mindenkinek. Ki jó reggel. Te is jön érti. Nem tudok most kiemelni, és csomó dolgom van. Balázsnak az aláírását hamisítom. Próbálom, olyat úgyse tudsz írni. Gyerekek,
Nagyon rondán írok, őszintén. Ne, hát nagyon olvashatatlan gyakorlatilag. Nem ronda, ez már a te védjegyed. Nem tudták, hogy ez írás, azt hitték, hogy rajz. Nincs két egyforma ebben, az a jó. Tehát, hogy nem tudok. Nem tudok egyformán aláírni. Na. De egy a B betűnél megállsz, ugye? Egy B-t meg egy vesszőt teszek az A fölé, hogy azért az értelmezhető legyen, hogy Balázs, és akkor a többi az ilyen. Hát igen. Sietek, hogy minél többet tudjak aláírni. Én mindig erre fogom. Egyébként. Tényleg? Figyeld, a Jani kispont, kisarc, mosolygó, smiley. Kispont. Kispont, kisarc. Én mindig mindenkinek azt szoktam egyébként mondani, hogy azért becsüljék meg a te aláírásodat, mert limited edition. Az tehát, hogy gyakorlatilag a két egyforma nincsen belőle, mindenkinek saját személyre szabott Balázs aláírása van. Egyébként ez tényleg így van. Egyetlen ember van az országban, akivel nem boldogulna egy grafológus, az Balázs. Minden nap más jellemzést adna róla. Basszus, ne, nézd meg, 10 aláírás, mindegyik fölfelé kagyarít, lefelé kagyarít, két pont van itt, egy pont van, nincs halásba pont. Igen, nem szerződést tudom. Is így írsz alá? Nagyjából. Nagyjából, hogy utána le tudjam tagadni. Ha bármit is bevállaltam. Gyerekek, bírjátok csináljad még. Csináljad már, hadd írjunk alá egy kicsit. Dedikáljátok nyugodtan. Hát, fia, úgyis én felelek a közlekedésért, úgyhogy abszolút nyugodtan. 4 zárójá volt, írja nekünk. De csak a megnyitása. Csak a megnyitás, igen. Balázs, sikerült tegnap a gyógyszer? Kérdezi valaki. Milyen gyógyszer? Nem tudom, patikában voltam. Ott is vigyelnek, hogy mit vásárolok? Igen. Meg hogy vásárolok? Igen? De sikosítót. Nézd, mit vesz. Mondjátok meg nekem, hogy ez miért van, hogy egy patikában állnak a sorban, utána kimarad 5 méter, és utána a bevásárlóközpontnak a folyosóján áll a sor, hogy félnek odaállni, vagy az tiszteletlenség. Igen. Álltunk a bevásárlóközpontnak a folyosóján, miközben egyébként a patikában egészen nyugodtan be lehet lépni. Nem kell 3 méter távolságot tartani. Ez nem egy vízum ellenőrzés, ahol egy ilyen nagyon bogorva ember így visszaküld téged, hogy menjél a piros vonal mögé. Patika sor, 2 kiszolgál, 5 méter szünet, és a patika bejáratára álltak az emberek nyakig a bevásárlóközpont folyosóján. Hogy ez miért kell? Kérdeztem is, de mondták, hogy álljak a sor végére, ne okoskodjak. Úgyhogy beálltam. Én aztán, amikor eljöttem, én beléptem a másik ember mögé, hagytam, nyilván nem álltam a nyakára 2 méter, de ez a 6 méter kihagyás, erre miért van szükség? Nem értettem. Nem tudták áttörni az aurádat. Egyszerűen csak erről van szó. Hát te is nagyon jól tudod, hogy a birodalom visszavágóban a hot rendszert is csak felszíni támadással tudták elfoglalni, mert a bolygónak a védőpajzsa kitartott. Igen. Tehát van, aki a poénsztánál áll és arra gyanakszik, hogy aki beáll esetleg mögé, az hallgatózik, vagy érdekel, hogy ő most vett 2 voltárenkrémet, egy sikosító, hogy nyikorom meg az ajtók, megvet némi vízhajtót. Tehát én nem azért állok oda, hanem hogy hallgatózok, azért állok oda, hogy ne kelljen a kint a folyosón állni. Hanem mert imádod az epres ízű zselét. Igen, szeretném tudni, hogy mit vesz. És megkérdeztem én, hogy elnézést, nem tetszik egy kicsit közelebb állni, hogy ne kelljen kint a plázába folyosón áldogálni? Nagyon hülyén érzi magát az ember. Mindegy. Briganti, ne zavarjon! Mondtam, hogy nem. Mondta, hogy nem áll közelebb. Álljak be a sor végére. Mondom, csak én nem tolakodni szeretnék. Tehát nem azért vagyok kicsit, csak gondoltam, hogy egy kicsit beállunk így a patikába. És nem tudtam a nénit előrébb lögdösni. Tiszteletlenség. Mi között hozzá, hogy neki milyen fáj? Mi között hozzá? Bizony. Titkos egyébként, igen, hogy ki mit vásárol? Orvosi titoktartás is van. Tehát te például második betegként nem kérdezheted meg a doktorbácsit, hogy mi volt az előtted lévő betegnek a baja. Semmi, de nem is érdekel. Aha, de nem azért nekem nem érdekel, hogy neki. Nem, rájöttem, hogy az embereknél is ilyen paranoia van, hogy azért nem állsz mögé a patikában, hanem állsz 5 méterben, azt hiszed, hogy ő nagyon beteg, hiszen patikában vagy, és akkor elindul egy ilyen, jaj, nem akarom elkapni, és mindenkitől 5 méteres távolságot tart, amelyek az, hogy a Tesco-nak a kenyérészlegén álltam így, hogy bejussak a patikába, pedig egyébként 3 álltak előttem sorba, de ezt nem tudtam megfejteni. Cselhez kellett volna folyamodnod, hogy a nénit eltávolítsd onnan. Látszi! Nézzék, akciós csirkafarhát balra! És rögtön kiállt volna a sorból. Szegényként. Nem, rájöttem, hogy ez a masszív paranoia. Tehát ez nem állsz be mögé, mert azt hiszed, hogy nagyon beteg. De bankba se állsz be, ott pedig nincs beteg. Na de jó, de a bankba, ugye ott sorszám alapján mész, tehát a bankban nem is kell, hogy beálljál mögé, mert van egy sorszámod, mondjuk vízum ellenőrzés, és ott visszatolnak téged, hogy állja vonal mögé. Ezért egy patika nem egy, nem tudom, határátlépő hely, ahol azért nagyon szigorúan kell venni. De csomó patika van már, ahol szintén sorszámot kell húzni, meg van ez a pulpitusos rendszer, hogy 2-3 ilyen kis, nem tudom, milyen kormány szóvívők rögtön odállnak, és akkor ilyen szakmai általamból elkezdik megmagyarázni a GDP-t, meg a gazdasági mutatókat, meg hogy hány ember adóz hány helyet, és akkor oda beáll szépen mögé, és akkor látod, hogy szabad a kassa, akkor bemész. Tehát, hogy vannak már ilyenek. De azért van, hogy ne halld, hogy ő mit, igen, kér? Hogy legyen, igen, ez a dolog diszkrét? Nincs között hozzá, hogy hány, milyen fajta gyógyszer. A gyógyszerek 80%-áról nem tudod, hogy mire kell.
Adja, adjon nekem két mirapexet, adjon három, nem tudom, zatexet, meg négy. Valamit erre a rohadt gombára, mert... Érted, nem így kéred, hanem van két vény, ezt odaadod, tehát az emberek 8000-nek fogalma nincs egyébként, hogy az gyógyszer mire jó, tehát nem így mondod, hogy drága, annyira viszket, adjon már valamit, mert a bulám már megőrülök, nézze meg, most is olyan piros, hogy úgy viszket, megnézi arra, nézze meg, látja, ráadásul erre adjon, erre adjon valamit, igen, tehát hogy nem így kéred, erre adjon, hogy nézd, és bepucsít a néni. Hát mondom, ezt megértem, hogy senki nem akarja se látni, se hallani, odat két vényt, nem, hát nem beszélgetsz el arról, hogy most mennyit kensz, meg milyen vékonyan kered, meg hogy piros-e a vége. Hát de most tegnap a Mirapexet te is megjegyezted, tessék, hogy mi volt az. Kamu gyógyszernevekben nagyon jó vagyok. Az mire jó a Mirapex? Adjon négy Zatexet, három Mirapexet. Na, ugye? Már most mindenki néz meg, keres, hogy mi az a Mirapex. Igen, azt találjátok. És egy 20 milliliteres Rudamon cseppben. Ah, nincs oda, abban van a vitamin. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedés, mielőtt játszanánk a játékosunkkal. M1-es autópálya, kamion a Kukoricás vagy Győr felé a bábolnai lehajtó után, ezt Krisz küldte nekünk. Aztán azt mondja, hogy lelész vagy lelesz utca, nem tudom, 128-as buszvonalán totál fel van turva, ezért a busz sem jár, kerülni az alsó Galgóci úton lehet. Aztán éles sarok, elveszett a villamos, behajtott a zöld lámpánál induló kocsisorba. Te jó Isten, gyerekek, akkor az egy elég komoly baleset. Ezt Téboly küldte nekünk, és M5-ös Budapest felé vezető szakaszán a 40-es kilométernél útfelújítás, egy sávon lehet csak közlekedni, előtte pedig torlódás van, ezt Kinga küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello! Szia! Hello, fél! Szia! Van lendület! Szia! Van lendület, kész fogad! Vadó János! Anikó! Anikó! Hello, Anikó! Hello, Anikó! Anikó, bármilyen szagot érzedben nem mi vagyunk, egy csatorna mellett vagyunk, és ez kicsit ide a stúdióba is így bebeszivárog. Erre mondtuk, hogy felébred Debrecen, és ezt érezni. Érezni egyébként? Hát szerintem csatornán, de én nem érzem. Nem érzed. Olyan durva. Nem olyan, véletlen az előbb beolvastam egy SMS-t, amit nem kellett volna, Balázs csúnyán nézett rám a napszemüveg mögé, és megrettentem. Azért van. Hello, mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Honnan jöttél? Én Debrecen mellől jöttem, én most gyakorlaton lennék. Lennél, igen, ha nem itt lennél. Anya, gyakorlaton vagyok. Igen, a masszív lebukás. Igen. Milyen gyakorlat ez? Hát, mit gyakoroltok? Titkárnő vagyok. Oh! És még van egy rádió és tévé műsorvezetői képzésem is. Váhú! Titkárnői gyakorlat? Ez azért, most még gyakorlod, hogy mit csinál egy titkárnő? Hát, igen. Uh-huh. Néz ki így a szemüveg fölött, légy szél. Ó, nagyon titkár. Jó lesz, föl vagy véve. És majd, ha beválsz, akkor lehetsz erre mehetsz erre a munkahelyre, vagy letöltöd a gyakorlatot, és nem, akkor mehetsz... Nem, a suliba. Ja, suliba. Aha. És ez miről szól ez a gyakorlat, hogy mit tudom, fénymásolóban papírcsere, risztretto főzés? Igen, tehát nagyon-nagyon fontos dolgok például kicserélni a fénymásolóban, lapokat, kávét vinni, meg ilyenek, amit csak én tudok. Figyelj, hát az nagyon fontos, hát fontos persze, dolgok ezek, persze. És mi ez a rádiós televíziós képzés? Ez micsoda? Ez egy ilyen két éves OK-s képzés volt, ilyen rádiós tévéműsorvezetői képzés, amit befejeztem, és nem tudtam vele elhelyezkedni. Azért ez megvan, hogy ezt már OK-ba oktatják? OK-ba lezavarják, két év gyorsan rádiós tévéműsorvezető vagy? Igen. Milyen feladat volt a vizsgamunkád? Tényleg, mit kell csinálni? Hát kellett írni egy 20 oldalas ilyen... Hát ilyen... Tanulmányt? Vagy igen, eszét? Igen, vagy... ilyen tanulmányt. Miről? A kereskedelmi tévékről? Vagy rádiókról? Hát vagy? Én egy lifteket forgalmazó cégről írtam. Miről? Azt a mindenit! Miről egy lift... Nem beszélhet róla. Nem beszélhet róla. Érted? De nagyon jól hangzik egy. Az nagyon. Nagyon érdekes. Ez egy tévés rádió szakra egy lift, a gyerekek, hát az nagyon kell. Nem ő írta. Nem te. Jó, hogyne, tudjuk. És akkor most rádiós tévés műsorvezető vagy ezáltal, vagy lehetsz nem, tulajdonképpen? Nem, csak az a szakmám. Ja. Nem vagyok az. Ja, az a szakmám, tehát elhelyezkedsz. Aha. Mekkora átvágás ez, nagyon gyerekek. Nagy. Nem? Nagyon nagy. És ezt komolyan mondom, hogy ennek még mindig bedőlnek. Most nem neked szól, de hogy ezt nem lehet. Persze alapokat nyilván meg tudsz tanulni, de hát utána ez a gyakorlatban. Nem? Vagy működik, vagy nem működik. Hogy gyakorolsz, sehol otthon a dezodoros dobozza. Igen. Kipróbáltad? Persze, minden reggel. Igen, a kupakját mindig vedd le, mert beszorul. De ez a terv egyébként, hogy tévé, rádió, valahova megpróbálni? Hát szeretném, aha. Szeretném. Nézd, egy kamera már is itt van neked. És itt a Debrecen TV-hez már elmentél, vagy beadtad? Vagy? Hát többet, de nem annyira. Nem hívta? Komoly, na, az a Debrecen TV. Még biztos, hogy hívta? Na, most már biztos. Egy mondattal.
Egy mondatot kicsináltad maga a szikert környezetedben, jó? Jó, figyelj, még egy csomó erre el lehet menni jelentkezni igazából. Csak közben kapom az információkat, hogy Vézolika most viszont tényleg megérkezett. De most tényleg? Tényleg megérkezett. Igen. Szóval ez a két éves OKE képzés, ez döbbenet, nem? És ez pénzbe kerül, gondolom, ugye? Nem, az első képzés nem kerül pénzbe, csak a második. Ott viszont horror. Ott viszont elkérik az első árát nem, is. Nem, nem, ez 60 ezer forint fél évente, szóval ez nem annyira nagy. 60 ezer fél évente. Aha. Aha. És neked mi lesz a második képzés? Cipész? Nem, nem, juhász. Nem. Liftkezelő. Igen. Na jó, nem kérdezünk többet a diplomunkádban. De, de már juhásznak sem egyszerű menni, ugye? Hát ezt tudjuk, hogy hát az élet már nagyon komoly. Igen, erről beszéltünk ugye a múlt héten, hogy talán pont a Debreceni Egyetem, vagy nem is tudom, hol juhász képzést indítanak, mert annyira bonyolult a juhász szat, hogy elindítják a juhász képzést. Ugye? Hát erről szó volt múlt héten. Jól van, szokott menni egyébként a hármas ugrás? Hát, mikor, hogy? Nem annyira tudom, hogy mi az, de egyébként szokott menni. Életemben nem hallgattalak még titeket, azt sem tudom, hogy én kik vagytok. Itt valaki berángatott ide, hogy játszak egyet, én meg bejöttem. Nagyon örülök neki, hogy élőadásban vagyok a Juventus rádióban. Igen. Jó lenne már a voga is kijönne a sátorból, mert nagyon hiányzik. Tényleg, milyen műsort hallgatsz egyébként reggelente? A Class FM-et. Ja, persze! Brilliáns válasz. Igen, nem is ismerted a játékot. És most őszintén. Na. A telefonomat. Telefonodat, zenét rajta egyébként, igen? Megközben Balázsról nézek ki képeket reggel, hogy jó kezem legyen. Az nagyon jó egyébként, nem? Az hogy a Balázs nézeget és közben hallgatni a Führerelis csengő hangot. Igen, az klassz. Miről szól a hármas ugrás játék? Tessék, mit szoktunk ott csinálni, tudod? Nem, a kérdéseket, ne, a kérdéseket nem mutatom meg. Ja. Mit csinálunk a hármas ugrás játékban, az miről szól? Hát, kérdeztek. Igen. Kérdeztek. Meglepően jó. Meglepően jó. A delikvánstől az egyértelmű. Így van. Milyenek a kérdések, Jani? Ezek a kérdések, ezek alapvetően könnyű kérdések. Köszönöm kérdésed, Balázs. Nem pirítottál oda, gondoltad, kitelepülés? Nem, nem. Igen? Nem. Semmi extra. Semmi extra, hogyha valaki hallgatja a híreket, és én azt gondolom, hogy egy leendő rádiósnak, tévésnek kell. Az első kérdése már szerintem alapból tudni fogja a választ, a második az alapvető, én azt gondolom, hogy általános műveltségi kérdés, a harmadik pedig persze parancsolja. Persze, csak egy laptop. El ne vágódjál, az egy sonkás meleg szendvics, itt egy trooper sör, de azt nem adom. Most tenni, mert beszélni fog. Harapja, meleg szerintem, gyerekek, ha van még csoki, még azt is odaadom neked. Van itt mindenféle üdítőit. Ennyire látszik, hogy ilyes vagyok. Tessé? Ennyire látszik, hogy ilyes vagyok. Figyelj, a hallgatókért mindent, fogyassz itt a alma levemet is neked adom. Amit akarsz, jó kép fiatalembert hazavihetett hétvégére. Ő a kamerásunk, itt van Jani pénztárcája, vegyék ki belőle. Persze, így van. Két kupon. Van egy kis apró. Mehetünk, felkészültél? Persze. Na jó. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztó. Milyen érmet nyert a hétvégén a Zürichi Atlétikai Európa Bajnokságon Pars Krisztián? Nem könnyű kérdés, nem könnyű kérdés. Arany. Így van! Tudja! Ezúttal is gratulálom neki. Azt a minden segít neki. Jól van, menjünk-e tovább, dedikált egérpad, vagy azt mondtad, hogy álljunk meg, és inkább elviszed a nyakba a kasztót. Ez egy komoly dilemma, mit csináljunk? Janinak rajtam az aláírása. Janinak? A nyakbakasztó rajta? Akkor menjünk tovább. Lesz. Menjünk tovább. Fekete a nyakbakasztó, feketével írtam alá, tehát keresgélni kell egy darabig. De megvan. Így szól a második kérdés, dedikált Egérpadé. Hogy hívták Árpád fejedelem apját? Hát ez egy ravasz kérdés. Árpád fejedelem apja, ugye? Tulajdonképpen. Ő apukának hívta, de... apa, merre vagy? Kérdezte ezt. Augusta Hungarorum szerint. Árpád, hogy hívották? Hogy? Hát... Súgnak? Tudod? Tudjátok itt az első sorban? Hát. Tudjátok? Lehet, hogy tudsz szájról olvasni a játékosunk. Lehet súgni egyébként. Súg valamit, megnézem, jót mondasz-e. Na, súgjatok itt valamit, megnézem. Az, ott talán... így van, így van. Ékezet nélkül... Álmos! Ügyi a bögre. Annyit sose akartunk segíteni, hogy ékezet nélkül van ilyen tojás is, almos. Igen. Dedikált óra a tét. Tovább menjünk, vagy inkább megállsz és viszed az ajándékcsomagot. Inkább megállok. Inkább megállsz. Mm. Megijedtél a harmadik kérdésre. De jó, hogy nem hoztunk órát. De jó, gyereke. De jó, ez az. De jó, egyébként tényleg is csóránk. Jó, elviszed az ajándékcsomagot akkor így. Nem kockáztatsz, nehogy elbújj. Maradjon itt a Patek Filip. Az igen. Meg a gyerekek, a Boom Software-t jobb, hogy nem látja élőben. Hát igen. Akkor hátul ki kéne nyírnunk a sátor. Igen, elviszi a hírét a Boom Software-nek. Jól van, adunk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó?
Óra nincs benne, de bögre van. Na, mit szólsz? Bögre van benne, mit szólsz? Köszönöm szépen. Nagyon szép. Most csak ebliszem a kávét. Nagyon helyes. Jó. Azért a bögrért ölni tudnának egyébként, úgyhogy vigyázz rá, jó? És akkor elteszem holnapra a 7 törpés kérdést. Igen, nagyon nehéz volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen. Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, érzitek a rezgést az erőben? Érzitek ezt? Zolika a sátorban. Azt a mindenségét! Már pont játszottad, azért nem akartam szólni közben. A legnagyobb sztárokat megszégyenítő módon jött keresztül a tömege. Ne csináld! Vonult? Köszi. Bocsika. Biztonsági őrök? Tényleg? Óriási kordon kinyílt, megérkezett, itt van. Vajon a kis turnébucával jött? Amin azért ott van a telefonszámod? Hát, hogy busz. Kis busz. Egyterű. Igen. Egy kis egyterűvel. Mikor szabadítsuk rá őt a tömegre? Mikor nyomja el hihetetlen nagy slágerét? 9 után szerintem pörköljön oda. Így van. Csak az a baj, hogy utána már bármit is csinálni. Tudod. Figyelj, ismétlés van. Tudod, az belefér, az jó. Ne. Meg búcsúzás. Azt már csak kibírjuk. Adjuk oda addig a tömegnek, jó? Hogy dedikáljon. Írjon alá. És készüljön. Nem? Jó, és 9-kor beköszönünk, és utána az egyszámos vézolik a koncert. Gyerekek, ez egy záró akkordja egyébként a turnénknak, mert hogy ugye ő a Balatonról énekel, lassan jön az ősz, rövidülnek a nappalok, tegnap már megállapítottam, hogy 8-kor sötét van. Úgyhogy vézolik a nem sokára a színpadon, hát Kassa Tibinek föl kell kötni a gatyát utána. Bizony. Azért, azt gondolom. Mindenkinek, Vastagéknak, Napoleon Boulevardnak, az Ergónak és a Hooligansnek ismert vézolik, után felmenni erre a színpadra, azért az nem egyszerű. Én azt gondolom, hogy méltóképpen zárjuk le a kasznyalat. Az biztos. Igen. 5 perc van pontosan, 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 8 perccel. Hello, drága debreceniek, jó sokan vagyunk, az időjárás is jó, nincsen felhő az égen, úgyhogy ma nem mos el minket az eső, ez az idejévet tekintve ritka kivétel lesz. Király. De tulajdonképpen ennek örülünk, itt vagyunk ugye a Kossuth téren, ha valaki nem tudná a helyszínt, Klassz jár utolsó állomása, 10 órától fellépő, Kassa Tibi nyitja a fellépők sorát, aztán egy kis pihi, aztán délután 3 órától Vastag Csapi, Napóleon Boulevard, Ergo és a Hooligans, majd fél 9-kor. Itt van Tibi. Nézd meg! Atya úristen, itt van a közelben. Köszi. Ő. Itt van ő. A magyar pop álló csillaga. És itt van Tibi is. Álló és fekvő. Igen. És minden mellett itt van Tibi is. M3-as 10-es 12-es kilométernél... azt mondja, hogy a Kentucky Shellcoutnál széles mosoly a fényképekhez, mindenki figyeljen. M5-ös Budapest felé 5 kilométeres torlódás, 40-50 kilométer, 40 és a 45-ös kilométer Kavics között, gyerekek, nem tudok beszélni. És elfogy a levegő, amikor a Tibi megjelenik a közelünkben. Bécs előtt hatalmas baleset van, köszönjük szépen. Egy Szeged felé az M5-ösen a 45-ös kilométernél. Van egy trafink. Hello Tibi, mi van? Nem tudsz aludni? Na, mesélj, nincs mikrofon, nem most. Mi van, nem tudsz aludni? Üdvözlöm a debreceneket, örülök, hogy összehozott minket. A jó ízlés, köszönöm. Atya, úristen. Figyelj, maradj, mert Zolika nem sokára színpadon, lesz sem minden kulisszatitkot, jó? Tanuld meg, hogy kell bánni a közönséget. És mi? Hogy tekeri az ujja közé a közönséget, gyerekek, vagy az ujja köré? A videós kollégának mondom, hogy majd a Zolikának a felvételet, hogyha rögzítette, akkor majd toljátok át MPEG-be a Tibinek is, jó, hogy tanulhasson. De tudtam, hogy a közönség egyébként úgy, hogy nagy buli lesz, előre beszartak. Érzed te is? Nem. Kemény, nem? Egyébként megfojtottuk, bocsánat, ez már ilyen freudi elszólás volt, tehát, hogy megfejtettük a jelenlévőkkel, ez valószínűleg nem a csatornából jön, hanem ez egy ilyen jó, kellemes éret rágyaszok, tehát, hogy valahol itt valamilyen kertészeti tevékenység folyik, és éppen itt a jövő évi bőtermésnek ágyaznak alá. A virágkarnevál van! Vagy egészen pontosan láttam 4-5 nagyon masszív tintást, aki borogatja a toj-toj WC-t a backstage-en, tehát semmi több. Igen, tényleg, egyébként tényleg durva. De nem baj, kitartunk. Na, mielőtt Vézolikát a színpadra engednénk, egy számomra nagyon szimpatikus kezdeményezést szeretnék veletek megosztani. Lovasszobrod lesz? Egyrészt el kéne dönteni, hogy melyik térre legyen. Nem vagyok nőgyűlölő, ezt elmondom azért előre. Ezt tudjuk. Aha. Semmi bajom.
Ha így nőkkel. Kezded, azért az gyanús. Csak megint én állok majd az erősötét oldalán, akinek ez a dolog tetszik, de majd próbálok érvelni, és tessék meghallani az érveket ezen kezdeményezés mögött, amit próbálok felsorakoztatni, hogy milyen jó ez a dolog, de ez nem arról szól, hogy én nem szeretném a nőket. Így van. Hát ugye az első nem könyvednek is az eredeti címe az lett volna, hogy Barátom a punci. Igen. Csak de, megosztottam igen. ezt a feleségem, és azt mondta, hogy szerinte ez nem egy jó cím. Érdekes felvetés egy tulajdonképpen nőkre specializálódott biztosító társaságnál. Ők azzal a különleges ötlettel álltak elő, hogy alakítsanak ki külön sávot a női autóvezetők számára. Érdekes a dolog. Ők azt mondják egyébként, hogy biztonságosabb, gördülőkényebb lenne az autózás, ezzel érvelnek, és hogy fessék be valamilyen színre azt a sávot. Fogadjunk, hogy rózsaszín. Hát most nem tudom, hát lehet piros rózsaszín, ők egyébként az ábrában rózsaszín rajzot tettek. Fessék be azt a sávot rózsaszínre, ahol egyébként a nők vezetnek, és hát nyilván hatalmas sértődést okozott ez az egész. A nők az egész szakszervezetekben tömörülve kérték ki maguknak, hogy egyébként hasonlóan jól vezetnek, mint a férfiak, és kikérték maguknak, de mégis sokaknak tetszett egyébként az ötlet. Köztük neked is. Szerintem nem egy rossz dolog, de milyen megpróbál meg ideológizálni. Elnézést, bocs, metrosexuális vagyok, és már benne is vagy a sávban. Igen, ez az én sávom, engedj, gyerek, bocsánat, én a lelkemény nőnek érzem magam, hogy külön felfestést kapna az úgynevezett női sáv. Most mi ezzel a baj? Hát az, hogy diszkriminatív, így kezdődik, miért? Lenézi a nőket, azért, mert egy külön sávba sorolod a csajokat, hogy ott autózzanak, ott semmivel nem vezetnek rosszabbul, mint például te. Jaj, de te száros vagy. Mert hát valljuk be őszintén, ugye annak idén az a sztori is pont arról szólt, hogy ugye nőknek kedvezünk, ehelyett valaki ezt úgy olvasta, vagy úgy értelmezte, hogy diszkrimináljuk a nőket. Na most, hogyha nők külön sávot kapnak, az diszkrimináció? Nem. Ez figyelmesség, Ferenc. Nem, ez diszkrimináció szerintem. Nem, ez figyelmesség. Nem, ez kiüldözöd őket a normál forgalomból, a közlekedésből. Miért kéne külön sávba menniük? Nem minden nőnek kell ott menni. Látod? Tehát ha mit te mondasz, ha így mondaná, akkor nyerne, de aha, nem így mondja. Akkor hagyd kérdezek vissza, tehát ezek szerint akkor a buszsáva, a buszvezetők diszkriminálásáról szól? Nem, az más, az a fővárosi tömegközlekedés elősegítésére van. De ide nem azon, hogy ez neked egy lehetőség, érted? Bocsánat, igen? Tehát hogy nem lehetőség neked a női sáv, hogyha akarsz, akkor ott mész, hanem kötelezően bele akarja kényszeríteni az ilyen hímsovinista disznó, mint ő, érted? A nőket. Ja, ez vagyok én. Hát most igen, ez ha valaki esetleg nem értette volna, ez Balázs. De miért nem fordítunk egyet a dolgon a nők? Igen. Miért nem úgy gondolják, hogy ebben a sávban senki nem fog lenyomni, ebben a sávban nem jönnek a fenekembe, ebben a sávban senki nem akar letolni, nem villognak rám. A saját tempomban mehetek, lassabban mehetek, a sok hülye pali a pénisz hosszabbító autójával menjen majd nyugodtan a belső sávba. Mi itt kint a rózsaszín sávban tudunk folyamatosan, nyugodtan, lassan úgy haladni, hogy senki nem csesztet minket a belső sávba. Itt gyors autók nem jönnek, ledudálni, levillogni nem fognak. Köszönjük, aki ezt kitalálta, hogy nyugodtan tudunk haladni. Tehát az a baj szerintem, hogy egyből ebben rosszat lát, és azt mondják, hogy miért én ugyanúgy vezetek. Egyébként sok nő sokkal jobban vezet, mint sok pali. Szerintem, szent meggyőződésem. Vannak csajok, akik százszor jobban vezetnek, mint pali. Na de hát azért azok a nők, akik önként sorolnak át ebbe a sávba, ez nem egy rossz dolog. Tudom, hogy van egy sáv, ahol lassabban tudok menni, nem kell figyelni, nem nyomnak le, nem? És ez egy lehetség lenne, senkit nem kényszerítenének, kapna egy sávot az, aki nem biztos önmagában, mondjuk autópályán. Rengetegen nem mennek fel autópályára, mert utálják az autópályát, félnek, szoronganak. Ott van a sáv, menjél rajta. Nem egy hülye ötlet ez. Mondom, szerintem. Mi történne a rózsaszín sávos autópályán, Mónika vezette, ott ülsz mellette, 130-al mentek, ami megengedett, tehát teljesen jól közlekedtek, jön a pénisz hosszabbítós nagyautós, ledudál téged, és kiordít a Mónikának, hogy hülye picsa, takarodjál le a rózsaszínbe, az a ilyet. Na, most hova állsz? Hát, jó kérdés. Hát, ugye? Mert ez történne, mert én értem, hogyha normális fejjel gondolkozol, akkor az egy lehetőség, de Magyarországon ez nem az lenne, hanem az lenne, hogy mindenki takarodjon le, aki nő a rózsaszín sávba. Szerintem inkább ezzel a kezdeményezés az a probléma, hogy nagyon sok férfi indítaná úgy a napot, hogy a reggeli kávé meg a borotválkozás után felrakná ugye a parókáját, kisminkelné magát, és beülne az autóba, aztán pedig irány a rózsaszín sáv. Például lenne egy ilyen sáv a nulláson, szerintem rengeteg nő használná. Mi van a nulláson? Ott ül mögötted a gyerek, szorongsz, jön a kamion mögött
mögött egyébként 80-nal, mert 110-el bejön a seggedbe, és próbál lenyomni a román kamion, mert neki időre kell valahova érni. Ebben a sávban nem mehetnének kamionok, ebben a sávban mindenki mehetne, aki gyengébb képességű, lassabban megy, nem bízik önmagába, gyerek van mögötte, érted? De nem egy rossz dolog, ebben szerintem nem azt kell meghallani, hogy na a hülye nők menjenek abba a sávba, menjél oda, ha nem bízol magadban. Igazad, hát 110-el a seggedben, még a Village People se örülne. Ennek senki. Szerintem egyébként a női vezető, a legtöbb női vezetőt utálja. Tehát egy jól vezető nő, az utálja a rosszul vezető nőt. A nő a nőre ugyanúgy ki van szerintem. Itt van Béka például, ő ugye realizott régebben. Igen. Tehát nyilvánvalóan jól vezet, vagy pedig ott tudott mondjuk ütközni. Hogy igazából nem volt következmény, de ő például hogy áll a többi női vezetőhöz? Jó, hát a Béka úgy vezet, hogy az egyik új állandóan így van. Most az a mitus csinálni. Ő nem mérvadó, de nem ő türelmes. Egyébként őt a hapsik idegesítik föl. Mert vannak rosszul vezető palik is, persze. Hogyne, sőt, nagyon sok rosszul vezető pali van. De hát akkor most már odáig finomított az álláspontot, hogy mindenki menjen le a rózsaszín sávra, aki bizonytalan. Én ezt így csinálnám, tehát nem kifejezetten a nőknek és a nőket zavarnám oda, hogy ha jól vezetsz, ha rosszul, neked a rózsaszín sávba kell, mert ezt úgy se lehet megcsinálni. Tehát ez masszív diszkrimináció, ez nyilván nem. Felfeszteni egy sávot, és mindenki, aki rosszul vezet, ott mehet. De nem mehetek én ott. Tulajdonképpen, mert ha én közben... Hiszen te jól vezet. Nem vezetek rosszul, de most nem. Aki előzgetni akar, aki ralizni akar, az nem nyerhetne ott előnyt. Tehát ott azok a kis kalapos, bólogatós, kutyás, öreg bácsik, idős bácsik, vagy magukban nem biztos, vagy ne adj Isten rosszul vezető nő. Azt nem tudom, hogy egy rosszul vezető nőnek, aki egyébként magáról azt hiszi, hogy ő jól vezet, kiküldi ki a sávba, mert senki. Hát csomó ember úgy azt gondolja magáról, hogy jól vezet, de nem vezet jól, nem? Hát te küldöd ki, amikor villogsz rá hátulról. Tehát ez objektív mércével nem lehetne eldönteni, de nem egy rossz felvetés ez. De látod nem egy meg, rossz felvetés. Mi történik, hogy nem azt oldjuk meg, hogy legyen jó a közlekedés, és tartsa be mindenki a szabályokat, hanem azt oldjuk meg, hogy aki a szabályt be nem tartó, előzgető barmot zavarja, igen, a közlekedésbe, azt leküldjük. Nagyon szép gondolat, így van. Úgy. Tehát, hogy nem az történik, hogy oldjuk meg, és legyen rendes európai közlekedés Magyarországon, nem azt oldjuk meg, hogy aki normálisan a sebességet betartva, na, ő menjen rá. A barom meg hagyd menjen. Igen, hülye meg hagyd menjen. De most azért nem mondjátok, most megint én leszek a szemét, aki kimondja. De azért mondjuk 70 év fölött, nem mondta, hogy a 70 év fölött 80%-át nem küldenéd le a rózsaszín sávba. Alszik, lassú. Gyerek, nem a kereszt kell ismerni, a közlekedés többről szól. Helyzetfelismerés, tempó, ritmusérzék, gyorsaság, lassúság, alkalmazkodni. Az, hogy ismered a kereszt, semmit nem ér. A 70 éves is ismeri a kereszt. Egyszerűen máshogy reagál, lassabb. Nem mondanánk a 70 feletti 80%-ára, hogy azonnal menjen le a rózsaszín sávban. De nem azért, mert letolod és lassan megy, hanem azért bizonytalan, balesetet okoz, feltartja a sort, nem érzi a tempót. Semmi baj. Tessék kimenni a rózsaszín sávba, és ott nyugodtan lehet tötymörögni. De nem rossz. Én a 70 felettieket vagy azonnal újra vizsgáztattam, én is leszek annyi, akkor rám is vonatkozik. Vagy azt hiszem neki, figyelj, rózsaszín sáv. Hát nézd meg, hogy vezetnek. Hát azért az teljesen egyértelmű. A rózsaszín sáv a nőké. Legyen a 70 felettieknek is leválasztva egy sáv. Igen, egy zöld. Ne, hát akkor legyen egy bizonyos színű sáv, ahol például. Nem így van? Hát azért az idő, nézd meg, hogy a sor elején általában jön. Idős ember, bólogató kutyával kalapba, valamit kavar a sor elején. Kicsit várom azt a mondatodat, hogy 70 felett mindenkinek vegyük el a jogsíját. Figyelj, nem ezt gondolom, mert vannak még egyébként jól vezető temperamentumos 70 felettiek. De szerintem a 70 felett volán mögé ülök, 80%-a életveszély, gyerekek. Életveszély, és minden nap ott vannak a közlekedésben. És olyan veszélynek teszed ki a saját családodat, a saját autódat, a saját gyerekedet, úgy mennek át négy piros lámpán, meg kicsit leesett a vérnyomás alacsony, hát akkor menjenek a rózsaszín sávba, ott lehet tökölni. Nem rózsaszín, azt egy kalap fogja jelképezni, vagy egy bólogató kutya. Még egyébként Magyarországon összesen nincs annyi sáv, amennyire szükség van, nem? Tehát lenne egy barom az X6-nak, a Q7-nek, meg a nem tudom minek, az lenne a belső sáv. Lenne egy idősáv, lenne egy női sáv, lenne egy rosszul vezető férfi sáv. Meg egy normál sáv. Meg lenne mondjuk a normál sáv. Tessék, ti kinek adnátok sávot? Szerintem van egy-két típus, akinek azért lehet sávot adni, nem? Én az időseket simán, rosszul vezető nőket simán, rosszul vezető palikat simán, nem? Lehetne egy prostósávot csinálni. Az lenne... De az a nagyon megy, és egymást dudálják ott le. Egymást dudálják le, ott jön az X6, nyomja az X5-ön, jön az SL, egymást tölik, és látod, a belső sávban mindig verekedés lenne. A rózsaszín sávban mennél nyugodtan. A belső sávban valaki épp egy viperával, gásprével nagyon lefújna. Annak mi lenne egyébként az emléme? Prostósáv. Egy köcsög? Ha bevállalod, akkor menjél ott, számítsára, hogy megvernek, letolnak.
ha ott nem mész 160-nal, nem vagy ember, nincs jó autód, nem vagy ember, tehát lehetne azért egyébként így tipizálni a sávokat. És a Crestben lenne már egy csomó új tábla, úgy néz neki az új Crest, mint egy gyorsan parkoló, ahol ugye állatemblémákkal vannak jelezve a különböző sávok, lenne egy köcsög, lenne egy kalap, vagy egy bologató kutya. Egy terhes anyuka, egy gyerek, egy tanga. Amerikában például imádom ezeket a gyorsávokat. Az arról szól, kettő vagy többül, akkor te mehetsz a gyorsávval, ami azt jelenti, hogy vagy fölveszel valakit, vagy úgy szervezitek az utazást a feleséged, de hogy az ő kocsiját otthon hagyod, és ő a saját autójából fölvesz téged, kirakod a munkájánél, este újra összeszedett. Vagy három alubi guminő. Vagy bennül három. Bennül három. És akkor mehetsz abban a sávban, ha kettőt, vagy minimum mit tudom, kettő vagy három ember, te visszáll magadban. De az más, az és megint választható. Abban a pillanat eleg, de hogy ők is csinálnak erre külön sávot, az is egy tök jó kezdeményezés. Igen, de az megint választható. Te pedig oda akarsz űzni embereket. Igen. Na. Igen. Hát azért van különbség, hogy beállok-e oda, mert az nekem szimpatikus, gyorsabban tudok menni, mert hárman vagyunk a kocsiban, vagy azért, mert 70 éves kalapos vagyok, akkor nekem be kell állni a kalapsávba. Most nem én vagyok a nőgyűlölő öregem, tehát nem erről van szó. Én ugyanúgy a férfiakat is be tudnám tenni egy ilyen sávba, csak tényleg nincs annyi sáv a körúton, ahova mondjuk be tudod tenni. Mert vannak rosszul vezető férfiak, ők is kimehetnének ebbe a sávba, nem? Tehát a rózsaszín sáv az a mindenkié, aki egy kicsit bizonytalan. A rózsaszín az nem jó szó. A zöld, mit tudom, legyen zöld, igen. Lenne egy külön sáv a trélereseknek, akik ti vagytok, hogy... A trélereseknek. Jézusom, gyerekek, hát egy hónap alatt négyszer volt szervízbe a kocsia. Hát... Szeret oda járni. Aha, tudod, hát, értem. Jó, de hát ő, te is nagyon jól tudod, hogy ő az arca a Magyarországon a Range Loser márkának. Figyelj csak a... Most egy külön sávod lenne az alfások, nem háborodnál fel rajta, nem? Tehát az úgy lenne, hogy alfa-alfa-tréler. Nem kell, mi megyünk szépen. Nem, neked kéne a csereautósáv, tudod, hogy oda tudjanak érni vele mindig. Na, de egy férfi sáv nem zavarna. Az nem? Hát igen, végül is. Ugye, hogy most kapnánk egy férfi sávot, ott mennyi, az meg nem zavar. Okay, az se diszkrimináció, hogy engem leparasztoznak, ha én abba akarok menni. Ha úgy érzed, menjél abba. Nem egy elhanyagolandó felvetés. Jó, ha már mindenkinek adsz, akkor oké, de most az alaphír az arról szólt, hogy egyébként az az volt, így van. Őket száműzzük valahova. De csak ők haladhatnának abba a sávba? Tehát, hogy mondjuk egy sávváltás esetén mondjuk én a rózsaszínből megyek át adott esetben a belső sávba, haladnék, akkor kirakok hátul egy bólogató kutyát, hogy át tudjak menni a mellettem lévő tatasávba. Papja, földobsz egy kalapot, kidobod hátra a kutyát. Nem, hát ezzel még nyilván lehetne finomítani, hogy ki melyik sávban halad egyébként, de nem szabad egyből ebben a rossz dolgot meghalani. Hogy persze, mert akkor ez micsoda? Micsoda, nem tudom, kedvezményezés a férfiaknak, vagy diszkriminálja a nőket. Hát. Egyébként bedobták az ötletet, óriási felháborodást váltott ki. Tehát nő egyesületek meg szakszervezetek azonnal tiltakozni kezdtek, hogy ez diszkrimináció. Hülyék, mert nem gondolnak bele, hogy egyébként szerintem sok nő megnyugodna, hogy abban a sávban mehet. És három nagyszájú nő ordibál a többi nő nevébe, szerintem a nők 80%-a azt mondja, hogy én megyek itt. Na, kinek van jogsia? Tuti, hogy rengeteg csaj menne nekem, és én például tudom. Kinek van jogsia itt elő, lányok? Ott van egy, tessék. Fiatal a közönség, igen. Jövök, szeretnél egy ilyen sávot magadnak? Neki van. Hát nem. Nem. Tessék, egy nem, és miért nem? Mert jól vezetek. Hát és ez szerény vagy. Ki mondta, mutassatok nekem egy olyan nőt, aki azt mondja, hogy én rosszul vezetek. Szerintem van olyan nő, van aki ilyen? Tudja magáról, hogy rosszul vezetek. Egy szakállos nő jelent. Ott a fekvőgipszest kérdez. Egy csomó nő, de egyébként egy csomó pali beül a kormány mögé, elmegy az önbizalma, és elkezdenek rosszul vezetni. Szerintem ők tudják magukról, csak a sok hülye miatt, akik ugyanúgy részt kell venni a forgalomban. Egy csomó nő nem szeret vezetni, csak vagy pasi, csak muszáj neki, mert mit tudom én, nem szeret BKV-val menni. Van jogosítvány itt valakinél? Igen, van. Na. Hogy vezetsz? Jól. Ő a férjed mellette? Hogy vezet az asszony, nem figyeli? Hát, tanulja. Na, látod? Na, én erről beszélek, hogy a nő azt mondja... Igen. Hivatásos jogosítványod van? Igen. Mire kellett neked? Mentős vagy? Kamion. Ne mondd már! Ő a kamionsofőr. Te kamionsofőr vagy tényleg? Igen. Mióta? Hát még most kezdek szeptemberben. Ajjajjaj. És kell mondjuk egy esetleges kerékcserére megy veled a férjed? Nem. És ezek külföldi utak lesznek majd? Igen. Ez kemény. De már gyerek is van, ahogy látom. Van, igen. És akkor a párod marad otthon? Vagy nem, együtt dolgozunk majd. Ja, hogy egy kamionban vagytok? Kocsik is élünk. Aha, és te is mész, cica, velük? Uh-huh. Mész a szülőkkel? Hát, amikor majd, amikor a iskolának majd tünet lett.
Tünet lesz, akkor mész. Figyelj, egy ilyen mobil bölcsödét földobtok a platóra, egyébként viszitek a gyerekeket, tehát ezt itt simán meg lehet és oldani. És amikor majd anyu vezet, akkor te békésen alszol hátul? Úgy van. De mi ez, valami családi vállalkozás, vagy egy fuvarozó cég családon belül? Igen, vállalkozás. Aha. Nem a sajátunk, hanem más. És te is vezetsz kamiont egyébként? Hogyne, én azt csinálom 10 éve. Na, de akkor neked van tapasztalatod az utakon, hát azért most sok rosszul vezető ember van, most nem csak külön nő, férfi is, nem? Hát azért van, akire ráférne ez a külön sáv. Hát igen, kellene sok mindenkinek észre. Ugye, hogy lehetne? Igen. Igen. Hát a csajok rosszabbul vezetnek, hanem fiúknak is ugyanúgy. Hát nem mondhatjuk azt, hogy a lányok rosszabbul vezetnek. Nem, pedig én egész Európában járok mindenfele, úgyhogy nem. És azt, hogy a feleséged is kamionsofőr lesz, azt a szükség hozta így, vagy többször jöttél haza a kiküldetésekről lúsfoltosan? És csekkolni akar. És inkább megy veled a párod ezek után, igen. Hát nem a szükség végül is az, hogy... Is. Nagyon kemény. Is. Hogy együtt, szeretik egymást. Hogy együtt legyen a igen. Család. Hát igen, mert azért egy ilyen külföldi út, az nem fordulsz, jössz-mész, azért egy kiugrasz Barcelonába kamionnal meg vissza, azért nem vagy meg egy 12 óra alatt. És a vizsgálnál mit kell csinálni? Volt rutin pálya? Persze, igen, minden ugyanúgy, mint a B kategóriánál. És borultak a bólyák, vagy jó voltál? Nálam nem. Nem? Nálam egy sem. De rendes nyergessel nagy? Igen, teherautóval. Aztán mindegy. Hány százalék a kamionsofőröknek nő körülbelül? Kevés, nem? Kevés. Megászott egy pihenőbe azért ott 30 másik kamionnal. Sok-sok férfi azért, gyerekek, ez egy kemény világ. Török kollégák azért odaszólnak nyilván. Hello baby. Igen, az nagyon kemény. Nem jössz át egy baklavára. Na jó, szerintem egyébként gyerekek visszatérve nem egy elvetendő ötlet ez. Érdemes lenne megfontolni. Nem a női önérzetességet kell ebben hangsúlyozni, vagy azt, hogy ez most nem tudom, a múltba taszítja a nőket újra rabszolgasorsba, szerintem nem erről van szó. Na mindegy. Stresszben van a mester, csak mondom. Melyik mester? Melyik? Mi az, hogy melyik Zoli? Egy mester? Zolika? Hátul leszegett fejjel, leföljár. Hát te tanulja a dalszöveget. Gyerekek, állítólag itt énekel majd fölöttünk. Ki? Hogy még közelebb legyen a néphez. Igen. Éteri magasságokba emelkedik. Éteri magasságokba emelkedik. Ott a színpadon túl messze van a közösségtől, aha. Ezért azt mondta, hogy ő szeretné itt a tetőn énekelni, mi pedig megadtuk neki a lehetőséget. Meg nyilván összezavarta sok hangszer. Igen, azt mondta, hogy túl bonyolult a technika a színpadon. Kiadjuk mi ezt élő adásban egyébként? Szerintem ne. Ja, de. Hát viccelsz. Gyerekek, ez vitathatatlanul a nyár legnagyobb slágere volt. Ez nem az. Volt olyan Avanci, meg nem tudom milyen dal, ami hasonló sláger lett volna. Próbálkoztak, de a mestert nem érte utol senki. Hol van a mester? Itt hátul, mondom. Igen? Hát küldd föl a tetőre akkor. Menjen, mert hogy egyébként eljött a nagy pillanat. Na, Zolika. Még a tojtojon van? Nem. Izgult? Nem, már a tojtojt váltottak alatta. Igen. Zolika, hello! Jó reggelt! Feri elkapott. Hello! Szerbusztok! Mint csak még a hang van. Igen. Figyelj, mint Michael Jackson úgy csinálod. Ez a hang. Várjál, elrohant a mikrofonéről. Így van, vagy az kell ehhez a szakmához. Vannak táncosai. Gyerekek, szuperprodukció van táncosokkal együtt. Jön, tessék a világot jelentő deszkákra, de akkor menjetek, azta. Zolika. Zolika, hány táncosod van? Kettő. Kettő, két gyönyörű, akik ráadásul morning show-s frisbee-vel mennek föl. Szerintem gyertek ki, mert már fönn vannak. Hát igen, na ezt megnézem. Szikora Robi kölcsön adta a gidákat. Hol vagy, Zolika? Le ne essél onnan. Oda néz. Hol vagy? Hát két gyönyörű gida. Ott van, Zolika! Hello! Él a mikrofonja egyébként? Hello, szia! Figyelj, azt nem mondtad, hogy te már táncos lányokkal jössz egyébként. Erre nem voltunk felkészülve, ugye komoly produkció lesz. Nagyon sokat fejlődtél pár hónap alatt. Köszöntsük a rádió hallgatókat és az itt lévő közönséget. Egy igazi profi. Hát, ez a profizmus, ez az aláza. Lene ez, Zolika. Zoli, tényleg nem szédülök. Jól van, indíthatjuk akkor? Jó? Igen. Ferencen felkonferálod. Már indul a taps, gyerekek, gyerünk, és amikor kimondjuk a művész úr nevét, akkor mindenki sikít, mint az állat. Kicsit erősítsük meg a tapsot, engedd el a barátnődet, de tényleg, hát komolyan, gyerekek, egy kis tapsra húzzuk meg. Hölgyeim és uraim, a Morning Show színpadán két gyönyörű gidával, itt van a nyár legnagyobb slágerével, most kell sikítani, Vézolika és a Balaton! Köszönjük szépen! Aztán! Imádom!
imádlak én. Van az a pezselő naptűz, hűsítő a víz, árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Vízi bicikli, delfines csúszdás, csúszdás csopponás, ezeket mind én akarom. Nyár, újra a Balatonon, itt van már kezemben a gitárom. Várok rád, hogy újra éljük azt, amit már százszor. Parton ülve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok, de csak téged imádlak én. Balaton tűnőben a nap, korsom szélén hab, táncában keszek, tűnő ezresek, hangol a primás, lelkem táncot jár, nekem nem kell más, mert én itt most nyaralok. Zolika! A fejünk fölött, gyerekek! Egyszerűen döbbenetes. Köszönjük szépen! Kifújtuk a szakva orrát. Egyszerűen. Zoli, óriási vagy. Óriási és tudod, nem zavarta őt a dal. Abszolút nem zavarta, tehát volt olyan rész, amikor ugye énekelt, de nem. Hát, hogy mikrofon letéve nem érdekes, dobálta a frisbiket. Gyerekek. Nem nyomasztotta a saját nagy császom. Gyerekek. Ez az igaz. Zolikám, a nyár legnagyobb slágere te vagy, komolyan mondom. Ezen a nyáron nem született nagyobb sláger, mint ez a dal. Jó? Vigyázz, ne esse, hogy jössz le a lépcsőn. Így van. És a táncos lányokra is. Csak erre fogok emlékezni. Erre a dalra, erre a nyárra, de majd iszok sokat, hogy felejts. Fél tíz volt pontosan, 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanata. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, most itt hagyok mindent is irány a Balaton. Eurovízióra ki kell küldeni. A mester dedikál egyébként, csak mondom. Komolyan? Aha, oda néz. Ó, látom, és csinos, feketében egyébként. Igen, Zolika dedikál. Na csak gyorsan még egy-két SMS a 9 órás témánkhoz, mert arra nem, ezzel kapcsolatban még nem olvastunk hozzászólásokat, de nagyon jók jönnek. Ugye a sáv felfestésről beszélgettünk, hogy jó vagy rossz ötlet, ezt bevezetni, egy biztosítótársaság akarja bevezetni, de nagyon nagy volt a felháborodás, hallgatóink hozzászóltak. Ózdon a Vajda úton vezet egy 80-as, aki menni sem tud vezetni pláne, senki nem mer előtte parkolni, szaladnak mögé állni, hogy védjék az autójukat, életveszélyére valaki. Gyöngyösnél történt 3 éve, hogy 70 fölött a papa a trabantjával a körforgalomban balra behajtott, balra a körforgalomba, ütközés szerencsére nem volt. A sor kialakult perc, és próbálták elmagyarázni a bácsinak, hogy mi a körforgalom és hogy működik. Na most ez, akkor is behajtan, azért. Ha lenne külön sávja, érteni, akkor is bemegy balra. Igen. A múltkor, igen. Én a múltkor 2 üvöltő gyerekkel a hátam mögött mentem, biztos, hogy igénybe venném a rózsaszín sávot, írja valaki. Szerintem jó ötlet, nincs jaksim, szerettem volna, de mióta Pestre költöztem, minden bátorságom elment. Egy ilyen sámban biztonságosabb lenne, ezt Angi küldte nekünk. Ez Pesten, igen, ezt adom. Pesten gyakorló, még durvább. Gyakorló sáv, nagyon jó. Igen. Kell az a rosszul vezető női sáv, majd én használom, legalább hamarabb odaérek valahova. Na, a zsivány, ugye? Tessék. Abszolút tipikus, igen. Nekem 10 éve van jogsim, de tudom, hogy rosszul vezetek, ezért nem vezetek. Jó lenne egy ilyen sáv, írja Krista, látod? Tehát vannak csomóan, akik egyébként ebben nem a rosszat látják. Én havi szinten közel 2500 kilométert vezetek, nő vagyok és szőke, rengetegszer a rutinomnak, ami 28 év köszönhettem, hogy nem történt baj. A nőkre nagyon haragszom, de a férfiak is okoztak már bosszúságot, üdv Csilla. Ez azt sugároz ez az SMS, hogy ő viszont nagyon jó. Igen, ő, hogy ő jól vezet. Gyuri bácsi 78, azt mondja, kap be, Bali.
Svájcban ezelőtt 20 évvel sok parkolóházban volt női zóna, szélesebb helyekkel, és ki volt írva, hogy milyen hosszú és milyen széles. Ez is egy jó dolog, szerintem, hogy bevásárlóközpontokba ezt bevezetik, ezzel nincs baj. Balázs, te nem vagy nőgyűlölő, te mindenkit gyűlölsz. Puszi nektek. Debrecenből. Ki határozza meg, hogy ki vezet jól és rosszul, hol lenne a választóvonal? Erről beszéltünk, hogy az ember önmagában egyedül elbírálhatná saját magát. Igen, azt nehéz lenne eldönteni. Aki irreálisan lassan halad, ugyanúgy büntetném, mint a száguldozó hülyéket. Rakpart, 30-al haladó, meg tudnám ölni. Nézi a budai várat. Hát most gyerekek, vagy a másik oldalról a parlamentet. Igen. Hát most adnézem. Hát gyönyörködik a kilátás. Turista, mondjuk én is megőrülök tőle, de próbáltam őket védeni. Meg akarom ölni őket, én is egyébként. Aposom ereje tejében 70 évesen befejezte a vezetést, mondván ebben a korban már lassulnak a reflexek, írja Marian. Balázs... még egy ilyet ebben az országban, aki azt mondta, hogy 70 éves vagyok, leteszem a jogsit. Szerintem nagyon kevesen csinálják. Hát ingyenes a BKV akkor már. Hát. Igen, de például új kígyóson. Az mondjuk... jogos. De tényleg a volánnál van ilyen? Ugyanúgy, ahogy a BKV-nál? Már hogy ingyen? Hogy? Hát persze, persze. Nyugdíjasan ott, igaz. Ott mindenhol, vonaton, ott szerintem mindenhol ingyen mész. Nem, tehát nem csak a BKV-n. Igaz, igen, akkor hülyeséget mondtam, nem baj. Új kígyós simán levonatoz a linja. Akkor már megállnálatok. Igen. Meg. Egyébként új kígyóson nem, nincs vonat nálunk, csak busz. Tényleg nincsen vonat? Szabad kígyóson áll meg, de Szabad kígyóstól is 8 kilométerre kinn, mert állítólag nem voltunk elég közreműködők, amikor építették, hogy legyen benne egy kurfli. A Szabad kígyósiaknak ne legyen. Ahogy bár. Srácok, ebben az országban egy kátyú betömése is napokig tart. Egy új sáv az utakon, engedjétek el, írja nekünk egy hallgató. Kimondottan örülnék, mint kezdőnői vezető, jött ez az SMS. A nők ugyanúgy letolnák egymást a női sávban, azonnal értelmét veszteni. Egy jól vezető nő küldte ezt nekünk. Ennyi erővel nyugdíjasávot is csinálhatnának. Ez mind jó ötletek, szerintem. Jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Azt hittem, nagyobb feláborodás lesz, de nem. Női hallgatóink nagy része. Tehát veled vannak az emberek. Azért volt egy pár anyád, Balázs, csak... Nem olvastad be. Csak édesanyámra való tekintetet. Nem mindegyiket olvastam be, igen. Oké, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Felhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket. Biztonságpolitikai szakértőt, Mr. Nógrádit, aki megint nagyon érdekes megvilágításba helyezte az orosz-ukrán konfliktust. Beszéltünk arról, hogy miért nem tud az a bizonyos titokzatos konvoj átjutni az ukrán részre egyáltalán, miért küldenek ilyet az oroszok, és hogy ezzel a kereskedelmi embargóval ki veszít és ki nyer többet. Érdekes dolgokat mondott a biztonságpolitikai szakértő. Így van. Valamint ugye, hát Ferit szeretjük ezzel jogatni, a dolog érdekes, 29 ebolás megszökött egy kórházból, néhány fegyveres bement a kórházba, feldúlták a kórházat, az ebolások pedig végre meg tudtak szabadulni a kórházból, kirajzottak, arról beszélgettünk, hogy majd mi vár bennünket Dél-Afrikában. Szeretsz engem húzni, de én vagyok a magyar hangod ilyenkor, mert te nem mered az anyacsatornádnak megmondani, hogy rettegtek hogy minket. Hülyeség. Hogy gyerekek, nagyon jó ötlet, majd később. Ja, nagyon jó, csak ne idén, mert ez is egy picit rossz ötlet, igen. Illetve hát kiderült, hogy Mórahalom és körzetében jelenleg majd részag van. Igen. Szóval az ebolára is beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc, szóval pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, adjátok vissza a Janit meg a Feri, gyerekek, a tömeg elragadta őket. Nagyon sokan vannak itt Debrecenben, a Kossuth téren. Mindenki menjen haza. Mindenki menjen haza. Most, nagyon nagy kiszúrás lenne a fellépőke. Ó, gyerekek, tényleg embertelen tömeg van, gyakorlatilag reggel 6 óta írunk, én már nem érzem a kezemet, úgyhogy most hát meg a barra. Igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Az, hogy tavaly nagyon sokan voltak, az nem volt meglepő, mert hétvége volt, virágkarnevál, stb. De én szeretném megkérdezni a jelenlévő tömeget, hogy ma nem munkanap van amúgy? Vagy most... Debrecenben nem, a virágkarnevál alatt mindenkit elengednek, Szabira. Szevasztok, üdvözöllek titeket, nagyon jó így együtt látni a debreceni tömeget, és hát bízom benne, hogy majdnem mindenkire sor fog kerülni a kívánság műsorban. Próbálkozni lehet. Gyerekek, 10 órától meg Kassa TV. Fújja ki a szakma orrát. Komolyan mondom. Őrület? Hát, szerintem szét fogják szedni a színpadot, minden egyes négyzetcentiméterét, amivel érintette a Tibi. Illetve a Tibi lába érintette. A saját masszőre már fölgyúrta a Tibit a bulira, a külön énektanár jött zongorával, hogy még tisztábbak legyenek a hangok, nem mintha eddig nem lettek volna tiszták. Egy külön debreceni koncertet ad a Tibi. Így van. Csembalósok, pianínósok, benzsósok foglalkoztak külön csak vele erre az egy alkalomra. Igen. Benzsósok. Benzsósok. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját, jó lesz, hogy hívhatjuk. De jó vagy, Csabi?
Jó, miért? Minden oké? Hát nem tudom, az a pálinka, amit hoztál tegnap, így egy kicsit. Rossz volt? Nem, nagyon jó volt akkor még, amikor ittuk. De nekem nagyon jól esett tegnap is, és most sem vagyok rosszul. Mit szereztél, milyen pálesz volt? Talán már meséltem, de elmondom a debrecenieknek is, hogy nemrég nagyjából másfél hónapja volt a születésnapom, de megkaptam a születésnapi ajándékomat édesapámtól egy olyan barack pálinkát, amit egy olyan embertől szerzett, aki nem ad. Magának készít. Nem való tekintettel azért kivétel tett. Bemászott valahogy az öreng? Lopott egy literre. Hogy szeret az apukám? Istenem, de miért? Mondjál meg, a Csabikának lesz. Adott. Nem veszi fel? Nem. Jól értelmezed a jelzést, igen. Kicsöng, de nem veszi fel. Jó, oké, nem vette fel. Oké. Kár. Kár. Gyerekek, hogy négyen írják, hogy reggel 6 óra óta várják a bögrét. Mit csinálják? Dobd ki, háttal. Igen. Csapd oda, lesz belőle négy. Igen. Hol van Zsuzsa, aki várja a bögrét reggel 6 óta? Ott. Aha, elég sok Zsuzsa van a téren, én úgy látom. 85-en jelentkeztek. Vannak pára. Hol van az a srác, akitől a trooper shirt kaptam? Itt van? Jól van. Majd találkozzunk. Ő is vár valamire? Tessék? Hogy neki is ígértél valamit? Azért? Így van. Neki igen, elmegyünk egy... Nyelves puszira. Igen, egy közös csúszka masszázsra. Jó van, Csabikám. Remek zenéid lesznek ma is? Újdonságot ajánljak nektek, vagy valami régebbit. Hát hallottam, hogy kicsit jót. Rokosban utaztok ma reggel. Lesznek újdonságok is persze nagyon sok, ahogy ezt megszokhatták, de most mégis kivételt teszek, és egy olyan Pink dalt szeretnék nektek ajánlani, amit én nagyon-nagyon szeretek. És régen hallottam, ezért ma itt a debrecenieknek le fogom játszani, hogy örüljenek. Raise your glass! Jó, csak az tegnap, de jó! Tegnap estére kicsit reflektáljunk, jó? Újdonságok, kérnék, már vered a zenebutik zenehíd. Ha kérnék a kívánság műsorban, csak azt a Pink dalt kérném. Hát akkor kéred. De nem kell, de én nem csak kérhetek. Hát én meg ők akarnak kérni. Jó van. Csabi jön a kívánság műsora, jó, maradjatok egészen estig, mert hogy este majd ez az egész napot itt a Kossuth téren a Huligán zárja, koncertek, Piros is érkezik, közben fellépők, Tibi után kis szünet a fellépőknél, majd délután 3-tól megint sokan, úgyhogy nagy mulatság lesz. És hát péntek egészen. Van, jó hétvégét, mindig pénteken települünk ki. Egyébként igen. Nagyon péntek hangulatom ugye? Van. Péntek igen. Van, jó hétvégét, szevasztok. Igen, tényleg, te a fura, hogy itt hétfőn mondjuk általában pénteken van a klasznyát. Jó, Csabi jön a kívánság műsora, 555-55-00, ez a telefonszám, tőle azért dalt lehet kérni, annak ellenére, hogy személyesen is sokan küldenek majd telefonon, igen. És lehet természetesen. Mi pedig jövünk, mikor jövünk? Holnap jövünk, mindenkinek a Debrecenek ne hagyják ki a virágkarnevált, nyilván ez nekik viszonylag nehéz is lenne, akit egyébként érdekel a dolog, azt szerintem tártkorokkal fogadja őket Debrecen, és hát itt lesz ugye a Tibinek a koncertje is, ami egy élő koncert lesz, olyan furcsaságok nem foglal történetek meg rajta, mint mondjuk egy vézőlik a koncerten, hogy miközben szól a dal, lendedikál Zolika. Gyerekek, azért szerintem az csúcs, hogy valaki volt. Önmagára énekel rá. Tehát ilyen szinten keresed a szöveget, és ráénekelsz önmagad, hogy gyerekek, ezt nem tudja mindenki ebben az országban. Mert nem talált magához méltó vokalistát, ezért saját maga vokalizál saját maga alá. Bizonyán, gyerekek, ő a csúcs, higgyétek el. Nem hittetek nekem sokáig, de most láttátok. Akkor még nem láttad, ahhoz tesz lányokat sorban. Láttátok, mekkora csúcs. Mindenkinek nagyon szép napot, drága debreceniek, köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Holnap 6 órakor érkezünk, ha minden igaz. Szevasztok! Sziasztok!